rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Tibi! A földön, vízen, levegőben. Nyilván nem került el a figyelmeteket a jeles dátum, ugye, hogy... Mindjárt nőnap, tényleg. Te személy, de rendes vagy, hogy szóltál. Március 8, nagyon fontos. Én már készülök egyébként. Ja, mert én meg a csörbök is készítettem, mert most nem az? Már rányomtam a gépen. Nem nézted meg a... Én már megvettem a kokárdát. Nem az is van már, most, várjál már, az elment, mi volt 14-e, Valentin, annak vége. Mi van most? Nem tudom. Na segítek. Ki lett 37 éves? Ki? Oh! A ti ifjú barátotok. Ja! A Tibi! Tibi! Idén is van szülőnapod? Megmondom őszintén, hogy... most valami érdekes? Annyira jól hozzátok ezt, mintha nem készülnétek valami meglepetés, hogy már elhiszem, de annyira tudom, hogy lesz valami. Persze, mert... hogy lesz, Tibi, tudod, hogy lesz. Lesz, ugye? Persze, hogy lesz. De most komolyan mondom, hogy nem gondolod, hogy nem láttuk, hogy hol voltál tegnap, nem gondolod, hogy mi azért egy picivel nem készültünk, hát, dehogy nem készültünk. Van klassz lesz? Persze. Zsűri, egy avancsit készíts be. Megmondom őszintén, nekem eddig a legemlékezetesebb ilyen születésnapi ajándékom az a 18 éves volt, amit apukámtól kaptam. Ott feltehetőleg valami nagyon komoly lesz, mert 18 éves születésnapon megrendelte, és még nem jött meg, úgyhogy az valószínűleg valami komoly. Ez van. Is olyan lesz. A miénk is olyan lesz. Ti is megrendeltétek? Igen. Nem sokára itt van. De 37-re mi nem akarunk, tehát mi valami kerekre vágyunk. Ennyi. Kerekre vágytok? Igen. Jó, de akkor, hogy akkor az adás alatt azért jön majd valami. Jön, mindjárt. Meg majd hazafelé hallgatsz, Csabit, majd én elküldöm neked, de Enrique Iglesiastól a Bailamost, jó? Hogy esetleg, hogy hát, ha megérinti a lelket. De gonoszak vagytok. De vártad tényleg? Én azt hittem, hogy bejövök, és nem tudtam, hogy be lesz-e csomagolva, vagy csak úgy simán adjátok. De nagyon be van. Be. Na, be van. Nem is látszik de most, annyira. De most komolyan nem lesz meglepő, semmi nem, ajándék nem lesz. Tudod, hogy az álszent ajándéknál jobb az őszintén semmit. Ez az én arszpolitikám. De ezt abszolút így gondolom, hogy most hazudhatnánk itt neked valamit, de az őszintén semmi sokkal megnyugtatóbb. De a blokk felénél lesz valami, lesz. Hogy ugye? Lesz valami. Na, van ki a csőr, vagy nincs, vagy menjünk, vagy nem? Megmondom őszintén, mivel születésnapon van, ezért rendhagyó adást tartunk. Na. És ma a születésnapomon nem böki semmi a csőr. Dehogy nem böki, majd megmondom, hogy mi böki. Az böki, hogy több mint 300 000 vannak a Facebook oldalon, de csak 10 000 kiváltak boldog szülinapot. Ez szerintem biztos, hogy böki a csőröd. Hát most majd nem akarlak untatni statisztikákkal, de majd megmutatom azért, hogy ez pontosan hogy volt. Viszont hoztam egy játékot, hogy egy picit mókázzunk, mert nekem az viszont böki a csőrömet, hogy fekete-fehér igen nemet például soha nem játszhattam veletek, pedig én állítom, hogy én abban egy mágus lennék. Hát csörög be egyszer reggel, és akkor mi így SMS-t, téged választunk. Ja, igen. Figyelj, nincs bunda, itt csak SMS-ek alapján lehet bekerülni. Nincs csak úgy, az ember csak úgy bekerül. Kilökve egy hallgatót, írj egy SMS-t, ne írd alá, és ha téged választunk, akkor te leszel holnap. Viszont kedd legyen, akkor már be se kell jönnöd, mert tudod, egy héten csak egyszer. Igen, nincs repeta. Na, de hogy hoztam egy játékot, amiben összetudjuk mérni az erőnket Balázssal, és akkor mint a Feri meg a Jani lesznek és mi is a... leszünk? És ti pedig addig kimertek kávézni. Tök jó. Nem, ti lesznek a bírák. Egy olyan játék, a Balázs fülére fog tenni fejhallgatón egy kőkemény rockzenét. Igen. És onnantól kezdve a számról kell olvasni azt, hogy mit mondok, 10 dolgot fogok mondani. Mondjuk a zene nélkül se könnyű mindig. Te szemétláda. Szándékosan, nem, hogy ezért szándékosan nem fogok jól artikulálni, te szemét. Igen. A hallgatók fogják hallani, hogy én mit mondok, és ők azt is fogják hallani, mert neked rögtön hangosan be kell mondani, hogy mit olvastál le a számról, blöffölni nem ér, és rögtön kell mondani. Tehát nem lehet még egyszer, meg mi volt az, amit rögtön gondolsz, paf, azt rámondod. Ez egy applikációs játék, amit most játszanak a fiatalok, vagy ez csak egy sima egyszerű házi bulin felvetődő játék, hogy szájról olvasás. Azt gondolom, hogy egy sima egyszerű felvetődő játék, de baromi szórakoztató, tegnap játszottunk, hát pusztultunk a röhögéstől. Tehát az egész család ezen pusztult, vagy azt jelenti, hogy ennyire hülyék vagyunk, hogy még ilyen kis dolgoknak is tudunk örülni. Te, ha neked kell a szádról leolvasni, adsz valami segítséget, hogy leírod a kezdőbetűt, vagy valami, tehát van ilyen? Elbábozott. Elbábozott, tehát van egy pici segítséget kaphatok tőled? Vagy? Amennyire hangsúlyos az alsó ajkam szerint, azt gondolom, hogy ez így is egy segítség. Tehát, hogy... Balázs. Tapsi fülest. Add a fülest. Indítom, jövök oda hozzád, jövök. Indul a zene, vagy hangos lesz, jó? És onnantól kezdve ez a füles játszik rajtad. Figyelj! Jó. De nem kaszad azt nyomsz a fülére. Jó. Nincsen hulló csillag? Hulló. Hulló. Egy
picit lehalkítatom azért a zenét? Nem. Jó. Uh-huh. Egyébként jó. Ó, ez jó, na végre. Hóember. Vappa. 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 Jó, vappa. Jó. Nem, jó, jó. De. Nulla. Talicska. Szakítsá. Esélytelen. A zene nagyon jó. Extrém, vagy mi ez? Aha. Az. Papírlap. Paprika alap. Na, ez majdnem jó. Zokni. Csoki. Csoki. Ez is hasonlít, de két fél pontot okay, adhatok. Okay, okay. Helikopter. Helikopter. Hey! Na, első. 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 Oké. Okay. Laptop. Laptop. Jó, ez kettő. Okay. Most már látom, hogy hova bígyed az alsó ajkad. Te szemétláda. Jó van, akkor reflex. Elefánt. Nem is ugyanannyi a szó, csak szám. Hogy? Oké. Konyha ruha. Egy üdítőital. Nem, csak nem. Igen. Mennyit mondtunk eddig? Azt mondja, ha a 7. Na akkor még 3 van hátra. Oké, okay, akkor képernyővédő. Képes kifestő. És milyen meggyőződésem volt. Nem rossz. Ebben okay, nagyon hint. Nem rossz. Oké. Okay, rádió. László. Az? Az volt? Nem volt. Már. Most én mondom ugyanezt, figyelj. Rádió. Zászló. Zászló, ezt se tudja, jó? Most te mondod, most te Jani? Neki valamit, Jani. Ugyanezt a szót. Rádió. Zászló. Hogy mondtam, hogy háromszor ne. Zászlót? Semmit nem való. Nem baj, jó. Na, mi volt? Nem zászló rádió. Volt? Az ja, utolsó rádió, rádió volt. És mind háromszor adott, hogy rádió. Igen, mind és mind háromszor rámondtam, hogy zászló. Lászlót mondtál, zászlót, zászló. Most ti vagytok ellenem, jó? Esélytelen. Ti vagytok ellenem, jó? Mind a hárman mondhattok, jó? Aha, jó. Oké. Okay. Nagyon fura, hogy ilyen hangosan szól a zene. Tényleg az ember elkezd üvölteni. És hogy igen, jó. Tedd föl a szíves. Persze, kész vagyunk. Visszatekerem. Hány megfejtése volt? 2 vagy 3? Igazán jó 2, és volt 4 olyan. Jó, 2. Ha 3-at csinálok, akkor az éves bajnok. Jó. És ezt játszátok házi buliban, Dibi? Tegnap este jökörködtünk a családdal, na gyere! Na, tessék. A zene nagyon jó, ami szól alatta. Igen. Jó. Igen. Na, szívesük rommá. Jó, figyelj. El kell káposztásítottal, amit ott látok. Ne. Túl. Kitaláltam, hogy nem is oda? Ezt engedd el, ez nincs. Te szemetek vagytok. Na, te jössz. Na, Balázs, te nyomjad. Balázs. Távirányító. Teverugó. Aha. Nagyon jó. Nagy szuper volt. Esélytelen volt. Jani? Prostata. De artikuláljál már. Prostata. Aha, mozicsicska. Mozicsicska. Kíváncsi ennek a Tibieknek, ki nyert azért ebben a játékban? Robotgép. Csokigép. Nagy. Nem rossz. Alacsony nézettség. Alakuló ülés. Nem. Kaszasó. Jani. Zapkása. Szabálysértés. Aha, az. Majdne ez. Egy az egybe. Ez közel volt. Eletrafált. Na gyere, Balázs. Én jövök. Fodrászat. Vadászat! És hogy örül a hülye? Nem vadászat? Nem. Fodrászat. Ez biztos, utas még egyszer. Fodrászat. Fodrászat! Most már késő. Nem, ez nem pont. Másodjára. Még neki hadd örüljön. Ja. Nulla pont. Hullapont. Kés. Mondjál egy könnyebbet. Villamos. Villamos! Megvan az első pont. Figyelj, próbáljátok jó, hogyha bárkinek van kedve jót röhögni, semmit nem lehet kitalálni belőle. Tehát konkrétan, de az a jó, hogyha rávágod rögtön, vagy ha agyalsz, akkor nyilván ki lehet, meg minél közelebb vagy, el kell kicsit menni messzire. De, várj, megsüketültem. Viszont nagyon jó volt a zene, az mi volt? Extrém volt? Mi volt? Az a skidros változat, a Funk Out. Igen. Ez a Funk Out. Porno Graffiti albumon van, ez egy baromi jó album egyébként. Vagy nagyon-nagyon sokat hallgattam. Gyerekkorom, ezt hoztam Böki a csőröm helyett, hálásak vagytok egy kis... Hát ez azért adok rá ítéletet. Adsz egyet. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csőröm. Jó, nem, három abszolút indokolatlan. Olyan ritkán adom, hogy már nem tudom melyik. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Na megérte, látod? Nézd meg, hát mostantól nem csörbökés fog behozni, hanem valami jó pofaságot, azt adtok rá egy csörbökést, nem jó? Játszadozunk aranyosan, elbeszélünk egymás mellett, nem halljuk a másikat, és kicsit arra gondolok, hogy talán azért, mert születésnapod van, nincs témád? Marhára nincs.
Rohadtul semmi. Nem. Picit visszatekintettem, hogy a 37 év az körülbelül ugye a hitelesített... Az körülbelül 40. Nem, hát nem, hogy a várható életkorom fele ugye jó számolban. Hát, 60 évesen ma a szociológiai értelemben véve egy férfi középkorúnak számít, illetve hát akkor te már tehát 30 évesen te középkorú vagy, 60 éves az átlag életkor, 60-62 év a férfi. Tehát magyarul, 30 évesen 30 középkorú vagy. 37 évesen már kevesebb van elvileg. Ugye, tehát akkor már túl, majd, hogy nem azt mondom, hogy ugye fél út. Ugye, fél útról már kicsikét visszatekint az ember, és én egy kicsikét elkezdtem gondolkozni, és összesítettem az én gyerekkoromat, hogy voltak éppen csoda, hogy én élek. Én most végignéztem azt, hogy milyen baleseteim voltak, milyen baromságaim. Kisgyerekkoromban úgy döntöttem, hogy én Niki Lauda vagyok a játszótéren a hintában, körbefordultam, majd betonnal, televertem a betont homlokkal. És hát ott egy szabad szemmel jól látható sérülés kapcsán ott a saját vérembe feküdve ott szintén próbáltam korrigálni a létezésemen, tehát hogy akkor már szerintem anyám azt gondolta, hogy ne, milyen eleven ez a gyerek? Nem milyen eleven? Ilyen aranyosan játszik. Nem, ott anyámat elgondolkodott, hogy nem lett volna hatékonyabb dolog tényleg védekezni, tehát hogy ez a gyerek azért több a baj. Na, tessék itt már fölvenni a fonalat. Kinek milyen jellegű, ilyen nagyon brutális gyerekkori balesete volt? Nekem nagyon sok minden. Na. Majdnem levágtam a nagy ujjamat fűrésszel, belefulladtam majdnem egy bányatóba, mentem a Május 9 parkba a csúszdák alatt, és szétvágtam a fejem egy kiálló vassal. És még csak dél volt. Hol volt a délután, tehát minden, amit lehet, kéztörés, lábtörés. A lefűrésszel, és egyszer azon szórakoztam valamilyen ilyen, valami kommunista üdülőben, ahol voltunk nagy muterommal, ilyen, vagy nem, tehát valami, nem tudom, minek hívták ezeket ilyen szótüdülőkben. Nem tudom, hogy gyerek voltam. És azon szórakoztam, hogy a lécekből kiálltak ilyen rohadt nagy, ilyen rozsdás százas szögek, akkor kaptam egy vadonatúj papucsot, és így lépkedtem a szögre, és azt mondogattam magamnak, hogy mint én konferáltam volna, hogy hölgyeim és uraim, ez itt a vadonatúj szögálló papucs. Míg egyszer csak a papucs nem igazolta az állítást, és telibátszúrtam egy százas szöggel a lábamat, és jó, meg is vertek érte egyébként. Hát a drága új papucsot tönkre tenni. De utána vodkával fertőtlenítették. De valahogy hozzátartozik a gyerekhez. Mit röhögtetek, amikor én átszúrtam a talpamat, meséltem, hogy mit tettünk rá ecetes szalonnát, ő meg vodkát. Na? Vodkával. Hát kinek mi volt otthon? Igen, mit tettetek volna, érted? Tehát nagyon, hát, nem azért hittetek rá, mert hittetek benne, hanem ez volt otthon. Nem, tehát, és megúsztás kaptál. Mi egy félteregét tettünk rá, mert apám azt hozott haza a fősbedbe. Igen. Micsoda? Félteregét. Vodkával fertőtlenítették, de tessék, ki emlékszik az első gyerekkori gyomorszájba ütésére, amikor először szembesült azzal, hogy nincs többé levegő. Negyedik. Megvan? Negyedik általános iskola, negyedik osztály, Kassa utcai általános iskola kint az udvaron. Én nagyon erős voltam, azt akartam bebizonyítani egy felsős diáknak, és gyomorszájon vágtam. És ott egy át, ez elég ez tényleg, aztán oda mentem valaki, az annak is lenyomtam egyet, de az már nem volt ennyire barátság, és nem tartott a jó folyi kiskübőnek, és visszaküldte. És ott egy térdre rajtam, arccal előre a homokba, ahogy ez a levegőt, és akkor onnantól kezdve elkezdtem tisztelni a felsőséget, és már rájöttem, hogy nem, sajnos annyira nem vagyok erős, mint ők. És betérdeltél ott a játszótéren? Én iszonyosan leküldött. Nem tudod, ez amikor a jófej kisfiú, mindenki van a jófej, és akkor odavé, és akkor hagyják, és eljátszák, tudod, hogy fáj nekik, de valakinek nem volt éppen az. Mik volt benned, Kraft, oda mentél a nagyobbakhoz, gyomorszájon meg őket? Igen, aztán az egyik így mondta, hogy igen. Én azzal próbálkoztam, bicikliztünk együtt szintén a nagyokkal, és azzal próbálkoztam, hogy a jó ötletnek tűnt a biciklim első kerekével eltalálgatni az előttem menőnek a hátsó kerekét. Azt mennyiszer csináltam, jó amikor összeakadt a két kerék. Tök jó ötletnek tűnt, egészen addig, amíg így ki nem kapta a kezemből a kormányt, bele a gyomromba, a kormánynak a bal szárát, és abban például eldobtam, és éreztem, hogy kifelé még megy, befelé már nem jön, tehát meghalok, ugye ez megy össze, hát, hogy meghalok, nem tudom, mi fog történni, de azt tudta, hogy meghalok, és ott álltam, és ott ordít... Ebből sem lesz ma az aranyzsirát! És ott álltam, emlékszem egy valamilyen ilyen réten, és ott így ordítottam, hogy még az utolsó levegőt így küldtem ki, tudod, és hát tényleg akkor azt gondoltam, hogy meghalok, nektek gyomorszáj is nincsen, meg az első gyerekkori jó. A zsírrétegen nem megy át az ütés, papu. Komolyan? Persze. Neked csak egy hullám volt felé, mint így elnyelt a nyakad, és aztán így vissza. Viszont sajló állva hátába. Jó, de te viszont legurultál a szalmak az arról. Hát persze, nem vicceltek ilyennel tényleg. Sarló, azt azzal lehet szórakozni. Az első magatokra rántott szekrény? Nekem én üvegajtót rántottam magamra, meg szaladtam bele üvegajtókat, verekedtem a tesómmal, és szaladtam, és rám vágta a szobám ajtaját, én meg nyitott kézzel, ugye rohantam, próbáltam megfogni, úgy, ahogy van, átvágtam, mind a két karomon végig.
Tehát két kar elkötve rendesen úgy, hogy már végigvágtam mind a két kezemet. Azért az csúnya. Utána mész az STK-ba, varnak, oltanak. Ez nagyon kemény azért dolgok. Csoda, hogy itt vagyunk, nem? Tehát azért De senki nem, ugye, nyilván a klasszikus dologra akarsz kitérni, mert lehet, hogy arra is, hogy most mondják, hogy gyerekülés, meg mit tudom én. Ha nektek volt, nem volt. Jó, mondjuk autótok sem. Hát ez egy ilyen sarokba aludtam valami izén, valamilyen ilyen szénán, érted? Nem, de hogy abszolút nem voltunk itt túlvigyázva, semmilyen szintet férted. De hogy nálam ez a két ajtó szekrény sztori, csak azért akartam hozni. Konkrétan találtam kiskoromban egy cicis képet. És nézegettem, hogy és ez ilyen kincsem volt, tudod, ez a trákaság. Mint egy gólom a gyűrűben. Cicis kép. Ki volt rajta? Nagybátyád? Igen, akkor még örültem. Családi vonás. Örültem a cicinek, igen. És bedugtam a két ajtó szekrénynek, tehát ilyen emeletes valami volt, és így bedugtam két ilyen elem közé, és ott rejtegettem. De az, hogy ki tudjam venni, mindig egy kicsit arrébb kellett így húzni, így lögdösni a felső részét. Addig trükköztem, még egyszer a kincsem és jó magam konkrétan a két ajtó szekrényt magamra rántottam, és nagyján őrült robaj, fekszek a két ajtó atomjaira hullott a szekrény, fekszem alatta, tudod, és anyám szalad be, jól vagy, és tudod, csak a kezemet tudtam kinyújtani, így az elemek, vigyázzad rá! És a kép volt a kezedben. Vigyázz! Ezt a mi 13 évesen felgyújtottunk egy pincét az általános iskolában. Nem igaz. Dehogy nem. Megalapítottuk, ezt már talán meséltem nagyon régen, megalapítottuk az ÖSE Egyesületet. ÖSE? Ami arról szólt, öregeket segítő egyesület. Ami arról... A célkitűzés gyönyörű. Ez volt az ÖSE. Ez az ÖSE. Az öregeket segítő egyesület, ezt azért csináltuk, hogy majd átvisszük öreg nénik, idős néniknek a zebrán a csomagjukat. Azt hogy felgyújtjátok őket. És az első taggyűlésen egy pincében tartottuk a taggyűlést, a Tímár utcai általános iskola mellett, ahol felgyújtottuk a pincét. Tehát ez volt, és ott felosztottuk. Nem, ott valaki rágyújtott, ugye valaki dohányzott, rágyújtott, ledobta, felgyújtottuk, és ott voltak ilyen tároló kannák, egy csomó minden tároltuk, mert iszonyatos balhé lett belőle, majd kivágtak minket igazgató, ott feloszlattuk magunkat. Tehát azt mondtuk, hogy akkor nincs létjogosultsága az ősének. Ez volt az első taggyűlés. 12-13 évesen égett a pincén, arra emlékszem. Alig tudtunk kijönni. Na, ÖSE, öregeket segítő egyesület. Nincs oda ÖSE? ÖSE klub. ÖSE. Reális, hogy 12 éves gyerekek átsegítenek idős néniket az ebrán, nem? Tehát ez van realitása. Viszont már akkor is helyén volt az eszem, mert voltak, ugye akkor úgy voltak vele, hogy nincsen jobb burkolat ugye egy gyerek játszótérnek, mint hogyha masszív betonnal. A beton persze, ugye? Hát a legjobb. Hogyha bármi, ha elesik az a kis lurkó, nem? Ha elesik a lurkó, akkor mégiscsak úgy legyen majd tompítás. És hinta miből van? Hát vasból. De vasból, mi másból? Legegyszerűbb. És a beton, mikor beton, ha egy kis vasat is raknak. De miért a hintából kiesés, hát az mennyire rossz. Hát nekem. Tehát amikor szól anyát, hogy csatold be magad, ugye volt ez az a lánc volt, amit magad ebben. Sokat védett, de nyilván nem tetted be, és ugye azt hitted, hogy ha már nagyon belököd magad, akkor ki tudsz belőle ugrani, és lábra érkezel. Az esetek többségében nem tudtál lábra érkezni. Nekünk az volt a bonyodalom, a Lajos utcai játszótére, még a mai napig megvan az a játszótér, hogy egy ivókút volt a hintától, hogy 5 méterre. Most, ahogy elkezdünk róla beszélni, ugrálunk be a történetek. Lököm magam, tudod? Lököm, és ahogy kiesel, rá az ivókútnak, beton ivókút az élére. Uram és a fejsebb az úgy vérzik, a gyerekkorotokban volt fejsebb, hogy egy pici vágás is olyan, mintha abban a pillanatban elvéreznél. Én csak azt hittem, hogy lehajoltam, és azt éreztem, hogy valami csöpögös, hogy jaj, de jó, engem nagyon le fognak szúrni, mert összevizeztem magam. És hogy tudod, a gyereki agya az jut át a fejeden, az fut át, hogy úristen, véged van, vizes a ruhád. És abban a pillanatban lehajoltam, megnéztem, és úgy néztem ki, mint itt ömlött a vér. Anyám, sír, vetődés, STK, Vörösvári út, varázs. És ilyenkor a reakciók, van a heg. Nekem ugyanez. Igen. Nekem itt a homlokomon ez a hintasérülés. És a legjobb ilyenkor az, hogy mindenki körülötted megőrzi a lélek jelenlétét. Amikor én kiestem a hintából, betörtem a fejemet, akkor mindenki, aki addig barátolt, elszaladt, hogy én nem láttam semmit. A bátyám viszont szolidáris volt, hogy rohant anyámnak szólni, de azt még, mielőtt elvesztettem az eszméletemet, azt még hallottam, hogy a bátyám kiabál, hogy meghal a Tibi. Ez egy kis vidámsággal a hangjában. Köztesó! Úgyhogy csak arra akartam rávilágítani, hogy itt vagyunk most már ezért szépen, hogy kb. Fél úton, ugye? De azért csoda, hogy élünk. Tehát, hogy azért amilyen gyerekkorunk volt... Hát a gyerekkor az kemény, igen. Azért igen. Túl vagyunk már egy-két dolgon. Hát hozzá képest búr alatt nevelkedek most már gyerekük. De hát tényleg, igen, de ezt elesik a bringával, rohansz oda féltet. Közben pedig egyébként jót tett, nem? Tehát valahogy megedzett azért ez. Igen, jó. Hát a franc se tudja. Igen. Az amikor rohansz, hogy játszottél például a mókuskerekezés közben, nekem szakadt be a lábam a mókuskerékbe. Micsoda? Tofa mókuskerék is emlékeztek rá, két oldalot támasztod, hogy szaladsz benne. Janika rálép egy korhat deszkára középen, felszakadt,
Eltűntem a mókuskerékbe, kezem lecsúszott, és hátra, tudod, így tarkóval rábe. És hogy miért csinálták ezt beton alapra? Igen, nem, hogy miért nem földet tettek oda, vagy murvát, tehát miért kellett ez összes ilyen beton alapra? Hogy rohanhatsz a semmibe. Tudod, egy helyben rohan. Érted, hogy beszakadt a lábam, le hátul, dél tarkóra betonon. Úram Isten! Azért ezek és hogy élet túl az rémes? Tehát a védőangyalok ilyenkor tényleg mennyire dolgoznak, hogy élet túl lesz 8 éves gyerekén? Fizikai értelemben ebbe bele kéne hallod. Ott abban egy a pillanatban valahogy a gyerekek felkelnek egyébként. Nem. Amit látok én is néha játszótérén, én azt hiszem, hogy ott marad, és a gyerek fel kell megrázza magát, és megy tovább. Nézzen. Elvileg nem kéne, hogy éljen szegény, mert erről olyanokat beszélek. Esnek, hogy nem hiszed el. Hogy az, hogy ebbe mi ezt a szép kort megértünk, ez azt gondolom az isteni gondviselés így velünk volt. És hát nem használtál védős is a bukós isak, nem volt. Semmi. Most már minden gyereken ott van ilyen olyan üvegszálas, nem tudom, ilyen bukós isak, ha nem tudom, ilyen üvegszálat, egy barom. Mi nem volt rajtad semmi. Nem volt rajta semmi. Akinek nem próbált meg ilyen KGST kompatibilis játszótéren átfordulni a hintával, az még nem élt. Tehát, hogy az nem tudja, hogy az mekkora buli, amikor érzed, amikor a tetején vagy, és már majdnem átfordulnál, de elfogy a lendület, és leesel. Igen. Egy komolyabb libikóka baleset, amikor egy lendületbe fölérsz és vissza? Nagyon jó. Persze. Szép az is. Ezek zseniális. Egyetlen dolog még zárásként a bátyámtól szeretnék elnézést kérni, hogy amikor a tapadókorongos pisztolyban a történt kicseréltem Rotringra, és próbáltam őt meglőni, és a fotel mögött fedezékbe bújt, úgyhogy a kólát elfelejtette kivenni a szájából, majd mentünk a fogorvoshoz, azért bocs. Így utólag. Én a bátyámnak az órát törtem el egy párna csatánál. Én anyámra vadásztam Slavia 630-as légpuskával, miközben teregetett. Nem igaz. De találtál. Nem igaz. De igaz, és majd kilőttem a szemét. Apád nem volt otthon, mert megadogatta volna a lőszert. Neki mindig nagyon furák voltak a reakciói. Egy hitig nincs puska. Tehát, hogy... Hát miért? Valami? Kell valami. Hát, érted, azért büntetett keménye. Igen. Na mindegy, de rovatom lényege az volt, hogy csoda, hogy élünk. És azt gondolom, hogy ezt most igazoltuk. Félve kérdezem meg, még nem a tapsot és a sikolyt, hanem hogy merre jár a meglepi. Jön Tibi, maradj. Már valaki adja rajta, hogy mi lehetne. Az meg van rendelve? Meg van rendelve, picit késik a futár, 4:11-kor tudod átvenni. Nem akartunk arcoskodni vele, hogy ez a mi ajándékunk, tehát az lesz, hogy mi már elmegyünk innen, és akkor várjál, igen. Akkor fog jönni. Üljél itt, várjál, és olyan 4:11-kor itt lesz az ajándék. De ugyanonnan rendeltétek, mint fatalom a 18-at, mert az nagyon lassan jön. Ennek van realitása, tényleg megjön. Ha tudsz várni 10 percet, itt a meglepetés. Jó, ha szereted, nem biztos, hogy örülsz neki, nem biztos, hogy szereted. Jó, én örülnék. Tippelek egyet, Aleska? Nem. Akkor nem. Nem. Ne, mindegy. Jó. Akkor jó. Itt teszem. Bizony. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Nézzük meg azokat az élethelyzeteket, mikor akarsz te inkább kamúzni egy picit, mint hogy elkerüld az igazságot. Ugye a nőknél milyen élethelyzetek vannak, a férfiaknál milyen élethelyzetek vannak. Mikor kell egy kicsit szépíteni? Amikor sietek valahol, ránézel az órádra, és tudod, hogy na, igen. Ő még készülődik, ránézel az órádra, és tudod, hogy ebből már nem lesz pontos elindulás, nem lesz pontos indulás, nem lesz pontos odaérkezés. Ergo mit mondasz, amikor megkérdezi, hogy jó, az csak menjünk. Igen, nem, ez most na, nem volt. Itt hibá. Ez nem. Itt hibáztál, azt tudod. Én így tudom, ez jó, nem jó. Jó, az nem csak menjünk. Ez nem egy jó út. Iszonyatosan jól lehet. Fél, nagyon rendben van. Hát tényleg. Erre nem indulnék el. Anya, várj, meg egy picit emésztenem kell a látvány. Egyszerűen csodálatos vagy. Fél, maradjunk itthon. Mindjárt kicsomagolom. Egyszerűen. Ja, de figyelj, és ha mindjárt kicsomagollak mondat, ott viszont azonnal elindul, ja, igen. Mónika. De nem ugye? Azért, mert nem áll jól, hanem hogy érted. De hát ruha elindulás, ott persze. Az ember azonnal hazudik, ugye? Tehát ott mondanod kell valamit, késésben vagytok, ő még át akar öltözni. De hogy ezek valójában nem is hazugságok, nem? Tehát ezek csak elkenése az igazságnak, vagy így az elkendőzése tulajdonképpen. Amikor megpróbált kicsit könnyebbé tenni a saját életedet. Tehát ezek ilyen önös érdeke által vezetett hazugságok egyébként. A számodra érdektelen, csak akkor óvatosan fogalmaztam, sztori a barátnőivel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e ilyeneket hallgatni, hogy azt már én nem, nyilván. Hát nem. Csak hogy ezt hogy reagálod le? Igen, csak átjött. Hogy ott tetteted, hogy ez téged érdekel most, hogy mi van a mit tudom én kivel? Hát vagy én sóhajtok néhányat. Női hallgatóink is írnak nekünk, hogy például hogy hazudnak, vagy miként hazudnak abban az élethelyzetben, amikor ugye a férjük megkérdezi, ez mennyibe került. Ugye ez is egy abszolút
bevett élethelyzet, amikor jön a nő és vesz valamit. És nem meri, nem akarja a Palinak megmondani, hogy bizony felemésztette a koszpénzt, vagy valami olyat vett, ami nem volt olcsó. És ilyenkor jönnek a női hazugságok, mert én kíváncsi vagyok, hogy a nők hol hazudnak nekünk. Ugye mi tudjuk, hol hazudunk a nőknek, ugye? Sehol. Sehol. A fölszükkel, a súlyukkal, a kinézetükkel kapcsolatban. Ugye? Tehát van egy csomó olyan dolog, amit tényleg az ember nem akarja feltétlenül megbántani. A másik az, hogy nem akarsz rosszat mondani. Hol hazudnak nekünk a nők vajon? Na azt nézzük meg. Férfiak, amikor, tessék, mikor hazudnak nekünk a nők? Amikor mi úgy az élethelyzet? A mondat, hogy akció volt a... Na ok, akkor már biztos tudod, hogy valami rohadrágát vett. A legjobb mondat mostanában, hogy de mikor kérdez, hogy mennyibe került, hogy de ezt már nem most vettem, hanem 2 éve. Ezzel, várjál. Ezzel mondjuk megvezetnek. Ezzel mondjuk az, hogy egyrészt a hülyének néz engem, ami mondjuk lehetséges, mert előfordul, hogy elfutnak mellettem az évek, de hogy mindig mondom, hogy oké, nem az volt a kérdés, hogy mikor, hanem hogy mennyire. Na nézzük az SMS-eket, azt mindig azt mondom a páromnak, hogy imádom, hogy segítkezik nekem a konyhában, pedig agyvérzést tudok kapni attól, hogy minden egyes alkalommal átpakolja a konyhát. Nálunk ez már csak így megy. Szép napot, Niki. Mindig azt mondom, Szívike, még soha nem volt senkivel együtt ilyen jó az ágyban, de sajnos hazudok, mert halálosan szeretem. Timi Debrecenből. Ez milyen kemény. Mindig azt mondom, hogy nem unom a szexet vele 10 év után, pedig fejben már az anyja is megvolt. Mindig azt mondom neki, hogy csinos, pedig a testtömeg indexe szerint 245 cm magasnak kéne lennie. Ezt Zoli küldte. Úristen. Mindig azt mondom neki, semmi baj, szívem, előfordul ilyesmi, biztos a stressz, pedig átküldeném a gyerek szobába. Ez mire vonatkozik, Évi? Hát, hogy valamit gondolom elszúr apa, akkor anya ezt mondja, hogy semmi baj, drágám. Igen, én arra gondoltam, hogy apa kicsit túl gyors, és akkor túl stresszes, és semmi baj. Ja. Jó, előfordul az ilyen, biztos a stressz. Ne törődj vele, megint 1,5 perc volt, de mindegy. Menj át a gyerekszobába, ott van a te helyed. Hagyjuk. Játszál egy kicsit a gyerekkel. Az jól megy neked. Én erre gondoltam, hogy ezt így olvastam. Legközelebb nekem is jó lesz. Igen. Mindig azt hiszi, hogy olyanok a lábai, mint az őznek. Csak az a baj, hogy nem olyan kecses, hanem olyan szőrös. Balázs, mindig azt mondják, jó a műsor, pedig amikor nem vagy, jobb. Mindig azt mondom neki, hogy nem az ő lába büdös, pedig igen. Na de mit mondasz akkor, kié, ha ketten vagytok ott, magadra vállalod? Nem, ő nem érzi valószínűleg saját ki? Szagot, hát aki a büdös láb. De mit mondasz? Na de tehát, mit mondasz, hogy akkor igen. Nem az övé, hanem az enyém? Vagy a gyereké? Vagy a kutyáé? Aztán a gyerekszobás SMS-ező, aki elküldte, hogy nem baj, drágám, ugye semmi baj, lehet a stressz, menj át játszani a gyerekszobába, ti azt mondtátok, hogy biztos elrontott valamit. Évi vagyok, jól gondoltad, Balázs, kivéve az, hogy nincs 1,5 perc. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. El kell, hogy mondjam nektek, hogy azért hozom őt. Nem kell. Senki sem kétszerít téged erre. Van témánk. Félértés, ne essék. Tudom, hogy érdekel ez benneteket. Tudom én. Azért hozom őt. Egy informatika angol szakos tanát, mert eddig mindig megváltottatok azzal, hogy félbolondok szerepelnek amerikai meg kanadai védelmi miniszterek, meg ilyen leváltott kamu, ilyen nem is tudom, ilyen... És most egész bolond vagy? CIA, igen, akik már meghaltak, ugye ilyen CIA vezetők, akik ugye nem is igaz az egész, meg egy nagy kamu volt az internetes videó. De gyerekek, hétvégén tanulmányoztam, hogy kik adtak elő ezen a bizonyos magyar UFO kutatók által tartott újpesti konferencián. Te ott voltál! De, jó. Fogadjunk, hogy elmentél. Ne, de hogy mentél. De biztos vagyok benne, hogy nem ment volna el? Hát a téma ér. Álszakálba beültem hátra. Észé, vastag kerete szemüveg benne, de az egyik egy leragasztott lencse. Csak átnéztem gyerekek az újpesti konferencián megszólalókat, hogy mennyire komoly konferencia. Ha egy ekkora fejet elkezd álcázni, abban a pillanatban azt hiszik, hogy egy áruás szürke van. Igen. És kivezetettek a teremben. Nem, fölvisznek a színpadra. Fölvisznek a színpadra, és bemutatnak. Köszönk és egy ilyen... vannak! Igen, és tartanak egy ilyen kis előadás, úgyhogy egy ilyen kis lézerpöttyel a fejem, egy mutogatnak felszegezve egy táblára. Nem csak megnéztem, hogy kik adtak elő, gyerekek, hát mégis egy UFO konferencia, hát én azért ezt így figyelem. Aha. Csendben figyelem. Nem mindenkinek hiszek, de átnéztem. És gyerekek, informatika angol szakos tanár arról beszélt, hogy ő bizony találkozott Földön kívülivel. A büfében? Hányan mondták vagy már ezt? Na most kérdezem én, egyből bolond az, aki ilyet állít? Nem. Nem, ezt nem mondtuk. Mitől válik bolondá?
találkozhat, de csak a beszélgetés után sütjük rá, hogy bolond, vagy ha valaki azt mondja, hogy találkozott, egyből az? Nekem a bizonyítékok hiánya szokott. Na már megijössz a bizonyítékkal. Hát, hogy várom nagyon ugye azt a bizonyos videót is, ami a több száz holdra szálló UFO-t megörökítette. Majd megjön az UFO-nautával egyetemben. Nagyon várom azt a videót is. És igen, mi vidékiek, mi parasztok abban hiszünk, ami ott van az asztalon, az kolbász alakú. Tehát azt a tudod, kolbász van, tudod, a disznóban. A disznóban abban hiszel, abban meg, hogy Zolik egy kicsit betintázott valamikor, és ahogy dölt hátra. Akkor... Azt lefelejtsd meg, hogy a májusi eső aranyat ér, azt is elhiszik. Köszönöm, azt is ér. Hát, de az tapasztalat. Igen, az itt évszázados ugye... tapasztalat. Tehát most ő mit mond az infoangol? Hát, olyanokat, hogy megremeg a térdünk. Hogy bepisiltek. Azt akarom. Igen? Még van időm esetleg kiszaladni előtt a könnyíteni magamon? Én nem akarok. Én kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. Azt kell, hogy mondjam, nincs. Na, meghallgatjuk, jó? Ő már egyébként megszokta, hogy azok a hitetlenek, és azok a saját valóságban, csak a saját valóságban létezni tudó korlátolt emberek, amiket ti vagytok, azok rásütik, rányomják azt a bélyeget, hogy na, a bolon ufós. De ő ezzel nem foglalkozik. Na, mert szeretem. Erről szívesen beszél, és hangsúlyozom, informatika angol szakos tanárember. A nagyadú, érted? A nagyász. Na, itt van Aranyi László a vonalban. Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szervusztok! Jó reggelt! Mióta hallgatod a beszélgetést? Egy 10 másodperces, sajnos az adószentesen nem fogható, úgyhogy... Javulnunk. Ja, akkor mióta adásban vagy, úgy értem. Tehát, hogy miért mióta Anna bekapcsolt. Most már 20 másodperc. Informatika angol szakos tanár vagy, ugye? Így van, író, szakfordító, emellett a agitenikánál vagyok, űrkatonai szakértő, külsős szakértő. Aha, űrkatonai szakértő. Kérem a bíróságot, jegyezze fel a bizonyítékok mellé. Már, hogy melyik haditechnikánál, a magyarnál? Természetesen a magyar haditechnikánál, igen. Magyar haditechnikánál, ha űrtechnikát akarnak bevetni, akkor téged hívnak. Hát igen, tulajdonképpen így szokott működni, hogyha valamilyen érdekes téma van, igény a szerkesztőség részéről, akkor megkeresnek, illetve én szoktam témákat ajánlani. Most a magánűrhajózásról írok már néhány hónapja. Miről? Bocsánat, nem hallottam. A magánűrhajózásról. A magánűrhajózásról. Na, Laci, te megszoktad már, gondolom, hogyha elkezdesz arról beszélni, hogy te mit láttál, mit tapasztaltál, akkor mindenki hülyének néz, akkor a kollégák átülnek egy másik asztalra. A kollégák elfordulnak, nevetnek. Nem csak ebben a témában, sok másban is, de megszoktam, hogy kell egy 20-30 év, mire bemegy az input a rendszerbe, és kiderül feldolgozni. És te tartottál egy előadást, ugye? Jól mondom. Ez... Nagyon sokat szoktam, igen, szombaton volt Budapesten az UFO magazin 25. jubileumi előadása, ezúttal az Exopolitika címmel. Miről beszéltél ott? Igazából a személyes találkozásaimról beszéltem, egy összefoglaló előadást tartottam, persze epizódjellegű módon felidéztem néhány élményemet, hiszen 40 éve történnek furcsa és érdekes dolgok velem. Egy 40 perc alatt nyilván csak egy töredéket lehet felvillantani, nem is azt, hogy beszélni róla. Így adásban el lehet mondani egy olyat, ami ilyen nagyon bizonyító erejű a szkeptikusok felé, és hogy te találkoztál már idegennel, földön kívülivel? Hát igazából... És át tudod-e küldeni a fotót? Hát az fent van a honlapomon, nagyon sok fotó fent van. Igazából meggyőzni azt kívülről senkit nem lehet, úgy gondolom. A meggyőzés az belső folyamat. Aha. Mi volt az első találkozásra? Emlékszel, Laci, hogy mi történt? Még egy előző mondat, tehát én hiába teszek föl kívülről bármifajta bizonyítékot, ha az ember tagadó álláspontra helyezkedik, akkor akármit csinálhatok. Helyes, rendszabályoz meg őket, igaz, abszolút igazad van. Két tagadó álláspontra helyezkedett. Nem bírom őket megszabályozni, nem az én feladatom. Enyém az, hogy információt szolgáltassak, és hozzá hiteles információ. Na, mi volt az első? Mire emlékszel? Hát az első az aranyos volt, amikor voltam úgy 3-4 éves és rettentő rossz gyerekként. Egyfolytában a mumussal és a zsákos bácsol ijesztgettek, úgyhogy ha valaki csöngetett, akkor már félve nézte a nagykapu felé, hogy úristen, most itt a mumus vagy a zsákos bácsi, visz engem el. És egyik éjjel arra ébredtem, hogy kis lények körbeják az ágyamat, na mondom, úristen, a mumusok, na nekem most annyi. Anyukám csak lebeszélte a mumusügyi biztossal, hogy na most már engem el kell vinni. És első ijegységemben teljesen normálisan reagáltam, rájuk kiabáltam, hogy van ott valaki, menjen onnan, és közéjük vágtam a párnámat. A kislények álltak az ágyat közé. Oda vágtam a párnámat, így van. Ők hogy reagáltak? A szekrényt, akkor egy ágyú, és el is tűnt mindenki ebben a pillanatban. Hogy reagáltak a lények?
hát eltűntek, és 15 évvel később derült ki számomra, amikor megjelentek az első ilyen felvételek és beszámolók az országvilág, illetve a tükör hasábjain. Hogy csak az óvodástársai látogattak meg. Nem voltam akkor még óvodás, akkor még nem volt kötelező óvoda, hál' Istennek, ha bár a sarkon volt. És 15 évvel később berült ki, amikor ezek a fotók megjelentek különböző újságban, leírások, hogy igazából földön kívüleket dobáltam meg párnával, és ez nekem nagyon tetszett, hogy itt történt a kapcsolatfelvétel. Nem olyan IT-s módon, hanem közékvágtam. Hogy néztek ki, arra emlékszel, hogy milyen alakjuk volt? Ezeket a tipikus kis szürke lényeket láttam, csak akkor persze nyilván fogalma nem volt ezekről, hogy mik ezek, meg egyáltalán hogy néznek kinek. Mondtak valamit? Álltak, kérdeztek? Nem, nem álltak, én erre érdekel, hogy állnak és néznek, és én megdobáltam őket a párnával. De el se vittek? Senkit nem visznek el soha, ez egy abszolút évet. Hát nem, a Pataki azt mondja, hogy őt elviszi. Igen, az Attilát elvitték. Tehát ezeknek a idegeneknek nincs szükségük arra, hogy bárkit elvigyenek, egyszerűen olyan technikával rendelkeznek, hogy hogy mondjam, 1000 kilométerre képesek bárkit megvizsgálni, földrejteni, kutatni. Uh-huh. Semmiféle ilyen elrablásos esetre nincs szükség, ezeket főleg a pszichológusok tárták az emberek agyába. Nem találkoztam olyan valós élménnyel, ahol tényleges elvitel történt volna. De hát akkor az Attila nem mond igazat? Szerintem nem. Aha. És azóta te többször találkoztál, tehát többször jöttek hozzád az ágyadhoz, vagy a lakásodba, a kocsidba, hova jönnek? Nincs autón, kerékpárra jár, a két mindig lakásra jönnek egyébként, amikor ez történt annak idején. Volt egy nagyon jelentős kétfogásos eset, hiszen minden gyerek, amikor már elkezdtem ezzel foglalkozni, arra vágytam, hogy idegennel kezet fogjak, amatőr csillagászként is erre vágytam, és volt egy ilyen kétfogásos eset. Amikor arra jövettem éjszaka 2:30-kor, hogy egy idegen lénynek fogom a kezét és nézek a szemébe. De nem lehet, hogy csak a szüleid fotó... gratuláltak a diplomaosztóhoz? Volt már egy pár, de nem beszélgettünk akkor sem, csak így néztem a szemét, és... Nem lehet, hogy egy osztálytalálkozó után hazavittél egy számodra eddig ismeretlen lányt? Hát azért a magasság az 1.20 meg az 1.60 között azért... Hát a figyelj, lehet, hogy már térdelt. Az ujjai meg a szemeálláshoz, hogy csak feltétlenül volna, hogy most nem szobában? Lányt, hanem tehát ott álltatok a szobában kész fogva? Ő állt, én feküdtem, mert révetem, hogy fogom a kezét, utána kiúzta a kezét az enyémből, és ilyen kacsázó járással térdés könyök nem hallott. De mit akart? Igen, mit akart? Én erre vágytam. Én volt egy előkészítési szakasz, amikor 5-6 hetenként egy szobámban megjelent egy idegen, mindig közelebb és mindig hosszabb időre. Tehát erre fel voltam készítve, hogy egy ilyen eseménybe fog ez az egész. Tehát nem csak odaállt rögtön, hanem egyre közelebb. Nem, jött, nem úgy durrasztán kész, de hanem jó. Ezek 5-6 hetes időt. De kommunikálnak, mondanak valamit, átadnak valami információt, kérdeznek, lopnak, elviszik a családi ezüstöt, tehát bemutatkoztatok egymásnak, Laci. Úgy érzem, hogy tudatosulnak bennem dolgok, tehát nem mint telepatik üzenet, vagy nem hangokat hallok, hanem egyszerűen rájövök, ráérzek dolgokra. Úgy érzem ebben. Mire? Tudsz nekünk segíteni? Én nagyon várnék egy ilyen találkozóra, de hozzám nem jönnek. Mert a feléhez nem mernek, mert nem tudják átvágni magukat a szerránosunkkal, a kolbászon. Nem volt gond a falon átvágni, mert úgy ment el, hogy átment a falon. Az embereknek a 10%-át keresik föl személyesen, ennyi embernek van személyes élmény, legfeljebb nem beszél róla, vagy nem tudod benne, hogy így jár. Ugorjunk már vissza erre, hogy így átmegy a falon. Igen, de a falon a távozott, igen, tehát nincs számos. A másik pedig egy gyógyításos eset volt, amikor nem ezek a tipikus szürke lények, hanem magas, emberszerű. Azért mondom emberszerű, mert maszkot viseltek, legalábbis úgy tűnt, hogy azt viselnek számomra. Na ezt akarom kérdezni tőled, idéznék tőled, figyelj, a Körös partján 91-ben létezett egy UFO bázis. Egyszer, ugye te 300 méterrel a talajszint alatt voltál, kamrák. Nem voltam, ez az újságírónak a fordítása, felvítése. Aha, de mi történt, mi volt ez? Ez úgy történt, hogy egy kis srác éjszakai horgászatot végzett, speciálgatott, és a hátam mögött egy hatalmas fényességet látott, megfordult, és azt látta, hogy egy repülő csészehaj ereszkedik lefele, és a talajon áthatolva eltűnik. Aha, tehát te nem voltál a bázison, mert az információ szerint voltál? Hogy nem hagyományos úton szedett információ, hogy a bázisnak a kinézetét felirettük. Tehát ez felirítés történt a cikkben. Aha. Tehát egyszerűen arról volt szó, hogy kimentünk a helyszínen, sugárzásmérővel és különböző nem hagyományos eszközökkel, és ezt a bázis fel... Hány látogatás volt körülbelül? Tehát meddig számoltad? Vagy hányszor jöttek? Személyes találkozás? Igen. Hát ez körülbelül tucatnyi lehet a 20 év alatt. És soha nem mondanak semmit, soha nem kérdeznek, soha... Nem, soha nem volt. Állnak, néznek, aztán elmennek. Amikor meggyógyítottak, akkor tudatos volt bennem ilyen, hogy ilyenek az egészséges vagyok. Azon a találkozás során volt ez, hogy tudatos volt bennem, hogy most már minden rendben.
Előtte, de mi beteg voltál, és ők gyógyítottak meg? Igen, másfél évig többször voltam klinikai halálban, ilyen szinten voltam beteg. Nagyon sok probléma volt, összeadódott is, és utána már a hónapra ez a dolog elmúlt, erre nyilván van orvosi lelet, hiszen mindenfajta tesztet végeztem utána. És azóta semmi baj? Aha. Azóta, ilyen jellegű a baj abszolút nem. Igen, mondjuk nem csak a betegséged múlt el, hanem a bázis is, mert hogy azóta se találja senki, tehát hogy nekem az a kérdésem ezzel kapcsolatban. Ja, hogy senki nem keres szerinted egy olyan helyet, ahol 30-40 helyszín, ha jó van. Aha. Nem ja, hogy nem árulod el a helyszínt. Ezt szeretem, megmutattam a pontos helyszínt az eladás során, de a koordinátokat nem adtam meg. De láttad őket leszállni, vagy volt olyan, amikor fölre... Igen, én láttam őket leszállni, vizsgáltam leszállási nyomukat. A legkisebb távolság 300 méter volt, amikor egy repülőcsészhajjá repült fölöttem. Egyébként a 40 év alatt nagyjából 600 darabot láttam, ez nem 600 darab. De hogy vagy te ilyen szerencsés basszus? Hát ott állok kint állandóan. Nagyon egyszerű, ott van a Szentesfi utcaja fölött egy hatalmas nagy lívonal, és ők ezt mi van a lívonal, ott? Lívonal. De melyik utca ez? Főutca. A Szentesfi utca eszölt hallani. A Szentesfi utcán van egy kutyafáját, engem ez azért bosszan, mert egy csomószor állunk a Benivel, nézzük, és a gyerek hülyének néz, bemegy, nem történik semmi, én a Zsül fél combját odaadnám azért, komolyan mondom, hogy lássak végre, csak egyszer. Igen, eljöjjenek, vele, vagy valami kézzelfogható bizonyítékot kapják, nem én, hanem a két hitetlen gyaur kutyának, hogy végre be tudjam bizonyítani ezt a dolgot, és soha nem jön felém senki. Te meg ott állsz Szentesen, és repkednek feletted. Hát most lába sokkal ritkábban a 90-es években volt, amikor igen-igen sűrűn és nagyon nagy számban röpködtek fölöttünk. Aha. Szentes felett. Szentes felett, igen, a főutca lívona, tehát energia ösvény is ezt használják meghajtásnak, ezt az energiakutató rendszer. Fel kell hívnunk a Badár Sanyit is, mert ő is szentesi volt. Tudom, mert és mi lehet szentesen? És ezt a szentesiek látják? Tehát a szentesiek ezt látják? Természetesen, hiszen itt volt egy klubunk, rendszeresen megfigyeléseket végeztünk, beháromszögeltük ezeket az objektumokat, innen tudjuk a sebességet, átmérőket. Mennyiben mennek? 950-nel átlagosan. Mennyi? 950. Hát annyi van, mint egy repülő. Hát az nem lehet, hogy repülőt láttad? Pontosan. Holdméretű vagy hatszoros holdméretű repülő nem szokott erre menni, kivilágítva hangtalan és derék szóval meghallgatni. Hatszoros hold? Hát azt azért még a Qantas. Senki nem veszi észre. Azt azért még a Qantas se tudja, igen, pedig jó. Ez nagyon egyszerű, egyet hagy mondjak, hogy miért nem látják, hogy miért nem figyelik az emberek. Volt, amikor a napfogyatkozás idején kimentünk éjszaka, ez 99-ben történt, akkor a teljes napfogyatkozás. Nagyon sok repülőcsészet látunk, különböző típusokat, fél óránként berepülve a város fölé. Szentes fölé, éjszakról délre. Jött egy német turistabusz, elkezdtünk kajabálni, egy UFO, föl sem emelték a fejüket. Tehát a németre az UFO-t gondolom nagyjából életre, minden nyelven. Németek érzéketlenek. Hát én ott lettem volna. De voltak szentesek is. Tehát az emberek fel sem hajlandók az égre nézni. Én most rakom, akarok. Te tudsz olyan konkrét időpontot, hogy én elmegyek veled, ott állunk Szentesen, és azt mondod, hogy Bali vasárnap este 21 óra 45-kor átrepülnek. Én elmegyek. Években volt ilyen, 9 óra 7 perckor, akkor ezt újságba is leadtam, és nagyon kutyafán. Néhány ember vette a fáradtságot, nagyon kevesen. Ezt csak a szentesiek látták, esetleg, hogy éjszakról délre, akkor nagy mágocsiak is? Észre ez a vonal megy végig, tehát Szeged, Szentes szólnak, ez a vonal megy végig, észak irányba, és nem csak kelet-nyugat irányban, tehát aki ezen a vonalon van. A fő tájak vannak éppen Szentesen. Figyelj, pont, és arra nem gondoltad, hogy egyszer mit tudom, bekamerázd a szobádat. Nyilván a családod is hitetlenkedik, barátok elfordulhatnak. Nem hitetlenkednek, mert a gyermekeimmel együtt találtuk a napfogyatkozási eseményeket. Végig a barátaim meg ugyancsak ételők. Nem, egyszerűen nem kamerázott be? Vagy nincs egy olyan felvétel, vagy nem tettél be kamerát? Nem gondolkoztam arra, de minek? Tehát, mert manapság olyan tennéke van, hogy bármit meg lehet hamisítani. A szakértő nem ismeri fel a szakértő szem, hogy olyan kép hamis. Hihetetlen. Na jó, de azért csak magadnak vagy az archívum, a családi archívum számára egy pár képet csak csináltál. De hát az csak magamnak vannak. Küldené nekünk képet? Hát a honlapomon fenn vannak a gabonakörök, a különböző találkozások. De olyan, hogy telefotózva vagy egy földön kívüli, mert gabonakörtén láttam sokat. 96-ban volt, és nem volt, a Zenit kamerám nem igazán alkalmas arra, hogy fényképeket készítsen a Zenit tükörreflexes fényképezőgépen. Azóta meg nyilván nem ezzel törődök, hogy éjszakai fotókat készítsek ilyen látogatókra, mert nem is volt az a utolsó a gyógyítás alkalmával, ami történt személyes találkozás óta, nem találkoztam mindegyennel személyesen. De ahogy látom egyébként, most a fönn vagyok a honlapodon, azért az ördöngös tompa háti gabonaköröket azért megörökítetted. Laci, és a testület mit szól? Tehát ők ehhez mit azért? Én nem tudom, szóval, hogy azért ez kemény lenni, hogy bemész és azt mondod, hogy... Könyveltek, ugye 30 évet tanítok, bekönyveltek hülye ufósnak. Amikor oda kerültem, akkor még a 9 óra 7 perces ufó járt.
Mert a volánbuszok ma 9-7-es a Szentesről, de igen, hogy mi az, hogy 9 óra 7-es UFO-ját, nem mondj ilyeneket. Hát, 9 óra 7-kor. Pontosan. Volt egy karácsonyi tanár összejövetel, ott volt egy 45 tanár, és akkor tettem egy próbát, én nagy bátran kijelentettem, hogy jöjjön ki velem az, aki látni akarja az UFO-t, 9 óra 7 perckor el fog repülni a fejünk fölött. És mit mondott a többi tanár? 45 emberből 3 jött ki. Ez mikor volt? Mert többinek órája volt. Nem, többieknek nem tudom, milyen volt. Talán a bátorsága fogyott el szembesülni egy kérdéssel. És az a 3 kiment? Az a 3 kiment, és mit láttatok? És azt láttuk, hogy kelet felől egy repülőcsészfej berepül, Szentesföld nyugat felé távozik. Nagyon de nem lehet, hogy a vizet jött Prágából? Vagy, de... Hát Prága nem arra van egyébként, de aha. Nem tudom, hát... És itt lehet látni az alsó részen a szelkert jelemeket ilyen távolságban már. Tényleg. Ez milyen magasan van ilyenkor? Vagy mi, arra ilyenkor 1 kilométer magasan volt, visszajött a 3 kolléga velem együtt. Na, mi volt, hogy volt, többiek kérdezték. Hát igen, láttuk, tényleg ott volt fejjel korangolt, Laci mondta. Na, ti is hülyék vagytok, ez volt a reakció. Aha, tehát hogy nekik se hittek. Tehát ha már neked nem hittek, a kollégáknak se hittek. Nekik sem hittek, így van, mert az olyan dolgom, hogy nem volt hallani, de elfogadnám az időbe, se. És a családban egyébként mit szólnak neked, amikor előállsz találkozással, felnézel az égre, ott van valami, tehát mindenki hisz benne, mindenki hisz neked? Hát látják ők is, hát nincs ebből probléma. Jaj, tudnak, tehát hát, ők is nézik. Melyik családtagom sokkal többet lát, mint én, tehát ez inkább a fordított dolog van, amikor én nem hiszem nem nekik, hogy mit lát. És a gyerekek is látják? Sokkal finomabb érzékelők, természetesen kimondok rám 99-ben egész éjszaka, csodálatos szép. Akartak? Repülősó volt, persze, hát napkodás után kimentünk, persze, rendben. Laci, de nincs egy dátum, amikor én elmehetnék, komolyan ott ülnénk egy nyári szentesi estén, felnéznénk az égre, én mindig kamerát vinnék videót, én végre egyszer lefotózhatnék egyet, hétfőn megmutatnám a két hitetlenek, tehát nincs most egy fix dátum, hogy 8 óra 20. Tehát most nincs. Volt, akkor itt volt nálam a félegyházi tévéstáb, hatalmas betamovi kamerákkal, hajnal fél kettőig vártak, mínusz 20 fokba, aztán bevárták a kamerát, mert elegük volt a várakozásból, és körülbelül 2 perccel később, hogy kijöttek rágyújtani, hogy 35 tagból álló rajt elrepülni felettünk. Féltek a tévésektől. Akkor karmolták össze magukat, igen. 35 korongot látunk egyszer, ez a legnagyobb. Te tanítasz, Laci? Tanítasz? Igen, mindjárt indulom kell, igen, angol és informatikát, meg médiát és informatikát angolul. És a pataki elrablásaihoz? Én csak azt tudom mondani, hogy a zenész társ, akivel 27 évig együtt zenél, soha semmit erről nem hallott és nem tudott. Tehát ez egy totál hirtelen fölbukkan dolog. A legközvetlenebb hozzátartozó ismerés erről semmit nem tudtak. Én nem jó, mert ők a... mindig a cipőjüket nézik, amikor Attila ott van. Oké, de a gitárt hangolják, persze rendben van csak, de hát akkor is. És mit akarnak? Miért jönnek? Hát akkor megfigyelnek bennünket, hiszen be nem avatkozhatnak a viselkedésünket, a kultúráinkat, mert ugye van sokfajta. Azért a te szobában csak bementek kezet fogni. Hát igen. Hogy köszönjük hát szépen, hogy ennyi éven keresztül. Másra is megtörtént, hasonló, hiszen abban a pillanatban, abban az időszakban, amikor ez velem lejátszódott, mindjárt mondom a dátumot, mindegy a gép 96.17-én, ugyanebben az időszakban, ebben a 4 óra szórásban, 30 kilométeren belül volt 2 embernek, akiről tudok ugyanilyen élménye. Ők is látták. Ők egy neműek egy életben, hogy ott Szentesen tényleg mindenki ennyire szerencsés. Én meg itt ülök a kis kamerámmal, a két hitetlennek végre tudnék hozni egy bizonyítékot, hogy nézzé oda, ott repül. Érted? Örökre el tudnám hallgattatni ezt a két szkeptikus embert, fölöttetek ott nem a repkednek. Nem fogok elhallgatni, hiszen vágó is meg felkínáltam, hogy elmegyek ezzel tartani nekik a szkeptikusok társaságába, kössek rám hazugságmérőt, és hogyha azt mutatja, hogy én igazat mondtam, akkor ő vonul vissza. Ha kiderül, hogy nem mondtam igazat, akkor meg én vonulok vissza. Hát nem hazugságvizsgálóval hívtad ki a vágót egy beszélgetésre? Van, van, és mi lehet, vagy mit mondod? Nem vállalta, nem merik vállalni. Hát ezek nem merik az emberek vállalni a megméretetés. De azt mondta, hogy ne ülj, tehát azt mondtad, hogy szemtől szembe üljünk le rajta, mert hazugságvizsgálót te kérdezel. Így van. És Pistám ott vonulsz vissza a helyszínen, hogyha én igazat mondok. Nem az a célja, hogy semmi, tehát elzárkodott előle, nem adta meg a lehetőséget. Nyilván nem az a célja, hogy bizonyítékot szerzett. Igen, tudja, hogy a hazugságvizsgáló akkor nem működik, amikor valaki mélyen hisz abban a dologban, amit képviselt. Igen, meg hogyha a végbelemet, akkor is be tudom csapni, igen, persze, mindenfajta ilyen van. Mit csinálsz a végbeleddel? Ha összeszedtem a végbe, már akkor is csak hazugság. Na most kezdett el érdekelni. De csak ceruzával, tehát ha van benne egy cerka, és arra rászorít. Ha ugyanezt például a szerecsendióval is meg tudod csinálni. Szoktak azzal megmondani, hogy iszol, bolond vagy, drogozol, bélyegezel, LSD-zel. Igen, lehet, de a mai készek már mérnek bőrelektromosságot, szemmozgást,
légzést, vérnyomást, eszeletlen sok tényezőt mérnek, és azt már nem lehet átvágni. Egyszer ők megmutatják magukat? Tehát egyszer én is állhatok ott úgy a hálószobában, hogy oda jön valaki, és azt mondja, hogy Balázs, vegyél föl. Itt a bizonyíték, mutasd meg a kicsinek, meg a kolbászzabálónak. Az emberek 10%-a érintett ilyen témában, tehát 10 emberben egy biztos. Megszoktam, hogy mindig benne vagyok az adott 10%-ban. És olyan esetleg előfordult, hogy egyik este felriadok az ágyam mellett, ott állnak öten, és azt mondják, hogy ezt azért kapott egy kis gyökérvel, kiröhögted az Aranyi Lacit, és iszonyatosan pofán vált. Vagy pedig kiderül, hogy ők voltak az igazi mumusok, csak eddig átlázták magukat, és visznek, aha, és annyi lesz a Zsákos bácsihoz így. Laci, ha van dátum, időpont, változik a légtér útvonal, és újra Szentes fölött megy, szóljál már nekem. Vagy, vagy egy jó eladó telek, mondjuk Tömörkényen, vagy Csanyteleken. Nekem jó egy külterület is, megveszek egy gyümölcsös, lefekszem oda májusba, a gyereke, valamit hátaláltok, bekapcsolok, és informomat ért el, azt egy tájvárs videó. Mindig hozni, tehát én annak vagyok a híró, hogy mindent a nyilvánosság előtt, úgyhogy ha bármi esély lesz, azonnal nyilvánosságra hozom. Jó, egy e-mail, morningshow@classfm.hu, megmondod, vasárnap 8-ra Bali legyél Szentesen, olyat látsz, hogy bepisensz. Fogom a két hitetlen, lemegyünk és megnézzük, jó? Hát ha kapok róla a fülest, akkor továbbadom. Jó, hát ha változik újra a repülési útvonal. Laci, köci! Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Érdekes hírrel foglalkozunk, ezt a témát mi még nem dolgoztuk föl, de szerintem nagyon sokan vannak, akik hát nem is hasonló cipőben járnak, mint az a leányzó, aki valami teljesen másba kezdett, de a másodállásokról és a kiegészítő állásokról még nem beszéltünk. Amikor az ember valami olyat csinál másodállásban, ami teljesen eltér attól, ami az eredeti foglalkozása. Ugye hát szerintem nagyon sokan vannak ebben a helyzetben, hogy egyszerűen kénytelenek bevállalni másodállást, csinálnak még valamit pluszban, fusiznak, de nagyon más az a munka, mint ami az eredeti munkájuk. Hát ez régen is a fusizás, ugye a másodállás az nagyon ment, szerintem most is. Van egy leányzó, akit Szlávi Eszternek hívnak, aki baleseti sebész volt, és nem is biztos, hogy egészen pontosan másodállás miatt mentő el, de jelenleg egyébként fizetés nélküli betegszabira ment, hogy a rúttáncnak hódolhasson. Az igen. És azóta már világbajnoki címet is szerzett egyébként. A történet zseniális, hogy ő sebészként dolgozott, és azt mondta, hogy jó, eddig elég, kikapcsolódásra vágyom, elmegyek rúttáncolni, hogy ez másodállásnak indult-e, vagy egyszer csak hobbiként, azt nem tudom. Minden esetre felfüggesztett munkaviszonyban van most, ugye, ha lehet így mondani, a kórházzal, vagy fizetés nélküli szamin van, és rúttáncol, hogy pódolhasson ennek annak a szenvedélyének. Nem biztos, hogy ezelőtt pénzt keres tulajdonképpen, de hát mondhatni, nem hogy vele. A baleseti sebészeti osztályról ő eljutott a rúttáncig. Mondjuk, hogyha ennyire profi, akkor már nyilván oktat is, és hogyha ha oktat, akkor lehet, hogy abból bejön, ismerve egyébként a sajnos tényleg a magyar egészségügyének a helyzetét, simán előfordul, hogy mondjuk rúttánc oktatásra több pénzt keres mint mondjuk baleseti sebészként. Húzd már ébe ezt a széket, Júli, légy szényássalak. Na, de ez milyen érdekes, mindenki, az emberek van egy másodállása, nem? Hogy csinálsz valamit, és amellett pedig hány olyan ember van, aki valami teljesen mást csinál egyébként, és kénytelen, kelletlen, vagy éppen azért, hogy még jobb körülmények között éljen, bevállal valamiféle másodállást, aminek tényleg semmi köze az eredetihez. De miért is kellene, hogy legyen? Hát a másodállás pont arról szól, hogy valamit fusizol, még valamit csinálsz, még valamit bevállalsz. Hát meg aztán ott van tényleg az önmegvalósítás része is, nem? Tehát amikor valaki azt mondja, hogy basszus, lehet, hogy nem fogok annyi pénzt keresni azzal a munkával, de mégis azt mondom, hogy megcsömörlettem, ettől nekem más kell, mert én szerintem a másodállásban legkevésbé az önmegvalósítás van. A másodállás leginkább azért van, hogy megéljél. Tehát, én azért ismerek ilyet. Nem azt mondom, hogy nincs ilyen, csak azt mondom, hogy kevés ilyen van, aki azt mondja, hogy akkor én most elmegyek még 8-10-ig akkor megvalósítani. Én ismerek olyan villamosmérnököt, akinek egyébként nagyon jól fizető állása van, de hétvégenként elmegy villamost vezetni, mert hogy szereti. Ezért kap plusz pénzt, aha, egyébként, és profi is benne, de hogy szereti. Eszternél lehetett olyan, hogy apu rúttáncolt? Hát nem, hanem hogy apu mondta a párja, rövid mondta, volt a hogy valamit próbáljunk már dobni az eseményeken. Nem is, akkor Eszter elment egy ilyen rúttánc tanfolyamra. Nem, micsoda, hogy apu szólt? Hát a barátja. Ja, barátja, férje. Barátja, férje, nem tudom milyen státuszban van, és azt mondta, hogy dobjuk már fel valamivel az estéket, nem akarsz rúttáncolni, bébi. A rúttánc az nem ez, hogy most vonaglaszott egy ilyen hálószobába, belefúrt két, nem tudom, mint a 10-es csavarra megfúrt. Tehát ez már nem ez a rúttánc. Van olyan, és abból nagyon jó videó készül. Abban nagyon jó videók vannak, de már nem teljesen ez a rúttánc. Egy nagyon profi sportág, világban
világbajnokságot rendeznek belőle. Meg ők nem a, ő szerintem nem az erotikus vonalat képviseli tényleg ezt a izét, ezt a kicsit. Nem, ez a sport, mint sport, igen. Igen, 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 igen. Hát, hogy aztán otthon van-e tényleg 2-10-es anyával befúrt, nem tudom, azt én nem tudom. Minden esetre páros koreográfiában ő egészen eljutott a sebészeti asztaltól odáig, hogy, hogy világbajnok legyen. Ő és a Rúd úgy páros, vagy pedig van egy párja. Akkor hármas, igen, Rúd és kettő. A színpadon a társa Mr. Rúd. Nem, Mrs. Rúd, igen. Én pedig, igen. Itt vagyok. Na, itt van velünk Eszter. Hello, Eszter, jó reggelt kívánunk, ciao. Sziasztok, hello! Na hát, hogyha hallgattál még itt, akkor azért nyilván leesetetlen tudsz, hogy elég sokat értünk a sporthoz. Igen. A Rúdhoz legyen. A Rúdhoz, igen. Te baleseti sebészeten dolgoztál, ha jól tudom, ugye? Így van, igen, 6 évig. 6 évig, és ezt csak azt mondtad, hogy elég, elmegyek rúdtáncolni, vagy közben jött egy ihlet, elkezdted párhuzamosan, és aztán úgy lett elég a baleseti sebészetből? Nem, hát nyilván ez párhuzamosan zajlott, kvázi sportolni szerettem volna, és hát egy olyan sportot szerettem volna csinálni, ami elég izgalmasnak hangzik. Így. Aha, és mások is örülnek neki. Uh-huh. Akkor ugye? Az annyira nem érdekelt, de... És egy picit sem volt benne az, hogy vagyok meguntat, hogy itt a vérrészegek akarnak 2 naponta megverni a balseben, miközben segíteni szeretnél neki? Na látom, ebben viszont jól informált vagy. Sokat fekszik bent. Sokat vagyok részek. Sokat viszik be őt is, igen. Mondjad? Nyilván nem egy felemelő ez a része a baleseti sebészetnek, tehát hogy ebben jól látsz bele, hogy van egy ilyen része is, nem csak az effektíve balesetesekkel foglalkozunk, hanem ott lent az ambulancián gyakorlatilag mindenkivel, akit oda behoznak, bármivel. Hát lehet mondani, hogy ezt meg lehet unni, nem lehet megunni. Nyilván nem ez a szakmánknak a csúcsa, amit ott lent csinálunk, de viszont van a szakmánknak egy olyan része, ami ezen mindig egy picit túllendít. Egy olyan szép része, amikor helyre raksz valami nagyon csúnyát, vagy valami nagyon használhatatlanná sérült emberi testrészt, és ez igen jó tud lenni, amikor azt látod, hogy mégiscsak van egy keze, és tudja használni. Igen, előtte még nem volt, csak visszatettétek, és aztán újra tudja mozgatni. Jó helyre tettek. Na, de ezt most nem csinálod, most a rúdtánc van, nem? Nem. Viszonylag messze sodrottál azért a baleseti sebészettől. Én egy éve vagyok fizetés nélküli szabadságon, részben amiatt, hogy a versenyekre tudja koncentrálni, hiszen azért ezt tudjuk, hogy a baleseti sebészet az egész embert kíván, úgyhogy amellett ezekre a versenyekre igen nehezen lehetett volna felkészülni. Ez a kórházigazgató, hogy azt mondja, hogy Esztikém, nagyon jó, támogatjuk egy év fizetés nélküli, Szabi, menjél, valósítsd meg önmagad. Így van, az a mi költségvetésünk is jó tesz. Küldjél jegyet a döntőre. Igen, ez egy fura hangzott, amikor fölmentél a díjhez, és azt mondta, hogy elmennék rúdtáncolni. Tehát, hogy gondolom, hogy kikerekedett szemmel nézett rád, nem? És mi menjünk együtt? Hát ezt erről azért már tudtak a kórházban, tehát ezt nem titkoltam, nem ilyen meglepetésként zúdítottam rá, hogy most akkor ez van. Tudták, hogy sportolók, úgyhogy igazából nekem nem volt, hál' Istennek ezzel probléma. Én is meglepődtem, hogy mennyire jó fejek voltak, hogy ebben támogatnak, és hogy ezt így lehetővé teszik. Nyilván ennek a fizetés nélküli szabadságnak van egy kerete, hogy mennyit lehet ebből kiadni. Általában azért meg szokták mindenkinek adni, különböző okokra szoktak nyilván hivatkozni. nem is akarsz visszamenni? Nem is akarsz újra? Tehát marad a rúdtánc? Ilyet nem mondanék, nem tudnék most kijelenteni. Ebből meg lehet élni egyébként? Rúdtáncból? Igen, hát az ember világbajnok lesz profiként. Ez egy elismert sportág, vagy azért ebben még nincs akkora pénz, hogy az ember mondjuk ebből megéljen, hogy ő profi rúdtáncos? Hát ez egy kérdés, erre még nem tudok válaszolni. Aha. Az biztos, hogy én most egyedül nem tudnék ebből megélni. Tehát, hogy nekem most ehhez kell egy kis támogatás, nyilván. Tehát, ha egyedül élnék, akkor biztos, hogy nem tudnám fent. Tehát a párod támogat anyagilag, gondolom. Igen. Hát nyilván.
Ja. Hát van egy hozadéka otthonra, én erre már céloztam. Egyébként igen, valamit valamilyen alapon. Így, édesem, támogatlak, persze én a kapaszkodjál föl gyorsan. Fektetek 8-asba ide nekem szépen, hogy lássunk valamit itt, akkor mutass, hogy hova fejlődtél. De ahogy gyengül a spárgád, mész vissza a bal sebre. Úgyhogy annak ellenére, amit ugye a legtöbben gondolnak, hogy én leváltottam a szakmámat, ez nem igaz. A másik, hogy azért, mert én ott sokkal kevesebbet kerestem, mint most, mert mint tudjuk, most milliókat keresek, mint én is megtudtam. Ez nem egyik sem igaz. Ezt írta rólad a bulvár, hogy milliókat keresel? Nem a bulvár. Inkább csak azok, akik ezt olvasták. Ja, azt hitték a rokonok, hogy jöttek, hogy estikem, látjuk, nagyon pörökszer úr, anyám már 1000 eurót. Világbajnok vagy. Igen, és a versenyek sem díjas versenyek, amúgy ezt el kell mondani, hogy egy világbajnokságért nem kapunk semmiféle pénzdíjt, csak egy... Ezt pont erre gondoltam, hogy ebből meg lehet élni. Igen, olvasva a történetedet, igen, nekünk ez egy jó téma indító, hogy mit csinálsz, mint főállás, és hogy hova sodor téged az élet szele, és mit kell bevállalnod másodállásban, vagy azért, mert szereted, vagy azért, mert egész egyszerűen nem tudsz a főállásból mondjuk megélni, és ki kell egészíteni a fizetést. Hát neked itt nyilván nem erről van szó, hanem arról, hogy van egy hobbid, ami tulajdonképpen főállás lett, és szerencséd van, mert nem kell ebből úgymond megélned. Hát még egy darabig, igen. Még egy. Aztán persze ez hosszú távon nem vihető. Igen, van egy korhatár benne mondjuk, ahol már ugye ezt nem lehet csinálni. Nem mert... a korhatár miatt, ugyanis ez a versenyeken még 60 pluszos kategória is van. Na, hiába keresít a feli kifogásokat, igenis, hogyha az épület statikailag megfelelő, el fogsz menni, és ki fogod próbálni. Igen, és amúgy egy mérnökből is lett különben profi rúttáncos, csak úgy elárulom. Mérnök csajból vagy pasiból? Én csajból, építészmérnök lenni. Ja, építészmérnökből lett profi rúttáncos. Aha, ezek érdekes, érdekes váltások. Ugye ez ilyen IQ szakma. Mérnökök, műtősök. A végén kiderül. Nem véletlenül nem táncolunk, igen. Eszter, köszi! Vigyázz magadra! Örültünk! Nagyon szívesen, én köszönöm. Ciao. Sikert! Hello! Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy mi a másodállás? Ki mit csinál, úgymond, amit hát érdekes, és nem ez volt a főállás. Nagyon helyes SMS-ek jönnek. Nem, azt mondja, hogy főállásban vezető sörgyárnál területi képviselő vagyok, másodállásban böllérkedem. De szép szakma, mind a kettő egyébként. Mondjuk ez azért rokon, tehát evés, ivás, de azért van valami kis közös, nem? Engem. Ez Gábor küldte nekünk. Azt mondja, hogy főállásban turkálóban vagyok, másodállásban pedig kocsmában vagyok pultos, ez Güzüke küldte nekünk. Hivatásos katona vagyok, azon belül informatikus, és mellette esküvői fotózással foglalkozom. Feri, szólj, ha kellek. Ezt Aprós Pali küldte nekünk. Figyelj csak, hogy milyen végletek vannak. Férfi szabó vagyok főállásban, írja nekünk Tomi, délutánonként hajófényezéssel foglalkozom. Na, ez jó! Hajófényezéssel. Figyelj csak, és van rá igény. Hát most igen, tehát, hogy ilyenkor mi? Télen. Hát ilyenkor is csinálják. Hát a hajókat ilyenkor vannak kiemelve, a hajók a vízről, persze, hát ilyenkor tudsz karbantartani, fényezni, még kicsit meg kell várni, jobb idő lesz, de hát azt ilyenkor lehet igazán nyáron, ugye vízre vannak rakva. Egy jó lakkozás, algátlanítás. A hajófényezés az nem promóció, hogy ilyen hajót öcsém, te hallod ennyiért, hány láb nézzál, és össze se tudod számolni, te. Úgy inkább van ilyen. Vastelepen vagyok irodista. A másodállásom pedig egy kórházban éjszakai ügyeletes ápoló. Tehát érdekes, az ápoló a másodállás. Ez Mário küldte nekünk. Vastelepen egyébként irodista. De ahhoz kell szakvégzettség. Az éjszakai ápoló, ügyeletes az ápoló? Hát ügyeletes az elvégzett, ápolóhoz, persze. Tehát van egy szakvégzettséged, azt csinálom, hogy én biztos, hogy kell elég, csak lehet, hogy csak annyi a munkája. Fogd le, Lajos! Igen, fakanalat a szájába, igen. Azt mondja, hogy én gyógypedagógus vagyok, mellettem, írja nekünk egy hallgató, olaj és akril festmények készítésével foglalkozom, jelenleg Budapesten van kiállításom. Szerencsére mindkettőt imádom, az egyiket sem adnám fel a másikért, már többször megkérdezték, miért nem az utóbbiból élek, ez Timi küldte nekünk. Teherautót vezetek, aztán hétvégén maszekolok ács szakmában. Plusz veszélyes favágást is vállalok, vasárnap pedig meccset vezetek labdarúgásba. Elég sok rétű vagy. Így van. Mi az, hogy veszélyes favágás? Minden favágás veszélyes. Hát például, hogyha belenő az ága vezetékbe. Aha, az áramvezetékbe, akkor hívnak ilyen speciális embert, mert ott azért nem mindegy, hogy vágsz. De vagy amikor nem szólnak, hogy merre dől. Az is veszélyes. Józsi elefánt. De egyébként ismerem, a magyar focit nincsen a két dolog között akkora távolság. Érted? Itt is favágok, ott is favágok.
Igen, én mérnök, hasonló a kettő egyébként, igen. Én mérnök végzettséggel gyártás előkészítőként dolgozom, emellett kutya kozmetikázom kiállításra. Ez Zsúk küldte nekünk. Csak hogy mennyi mindent csinálnak egyébként, nem? Mondjuk ez számomra egy megfoghatatlan dolog. Tehát, hogyha kéne találni, tehát hogy kéne írnom egy ilyen listát, hogy mik azok a másodállások, amik szóba jönnek nálam, ja. Szerintem a kutya kozmetika az pont az utolsó lenne. De miért tehát, az állatokat tehát, szereted? Egyébként ez tök jó meló. Én imádom, csak olyan, az egész olyan, tehát a kutyákat nyilván imádom, de hogy azon, ki van fura, tehát felrakja a kiskutyát az asztalra, és akkor körbenyire, igen, és akkor egy pamacsa farkán, pamacsa fülén, akkor itt egy kicsit vágok belőle, itt egy kicsit meghozom, vannak most már ezek a kutyaször festések, meg kicsi masni, kicsi lokni, kicsit besütöm a haját, mármint a szőrét. Hát azt én is nehezen tudnám elképzelni. Férfi szabó vagyok főállásban, írja nekünk Tomi, délutánonként hajófényezéssel foglalkozom. Na, ez jó! Itt van velünk Ildikó. Hello, sziasztok! Hello, te csoportvezető vagy egy biztosítónál, ugye? Igen, igen. Emellé kerestél fizetés kiegészítést, vagy csak hobbiból csinálod? Hát, hogy is mondjam, hobbi is, régebben fizetés kiegészítés volt. A hobbi szerintem erős túlzás. Felkértek, hogy valakinek a búcsúztatóját megírjam, elmondjam, és aztán így valahogy úgy szájról szájra járt, aztán temetkezésnél is volt egy ismerős, aki ajánlott másoknak, és aztán... Hogy jól búcsúztatsz? Ez járt szájról szájra, hogy jó búcsú beszédeket írsz, és szépen mondod, de hát ilyen hívjátok Ildikót. És ez a hobbit, hogy polgári búcsúztató vagy temetéseken? Tehát, hogy ezt csinálod, mint hobbi? Hát ilyen, tehát másodállásként. Másodállásként, mert hogy a hobbi szót használtad még a beszélgetés elején. Az, hogy szeretem csinálni, hogy igazából azért csinálom, hogy méltó módon el tudjak valakit búcsúztatni. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Igazán nincs mit szóltok. Hello. Van egy rendőrünk, aki nem beszél, ő azt írja magáról, hogy ő rendőr napközben, este pedig masszőr. Tök jó. Állatorvos barátom van, tök komoly a dolog, másodállásban bérkilövő egy vadásztársaságnál. Hát mondjuk figyelj, ha nem talál jól, ha csak sebb van, akkor ellátja. Ez picit fura. Hát nekem például van egy ilyen saját személyes emlékem édesapámmal kapcsolatban, aki azért borászkodott is egyebek mellett, és én szerintem azt tényleg csak hobbiból csinálta. Csak kikapcsolódás volt. Na, az ott hogy konkrétan évről évre mindig öntöttük és csinált az újat, senki nem itta, csak ő. De ő viszont szerette. Valami nem ment, tudod. Férfi fodrász vagyok, másodállásban ketrec harcol. Na, az is jó. Az is. Jött egy SMS-t, búcsúztatom. Tamás jó ember volt. Nagy űrt hagyott maga után, de hagyhatott volna akár egy kis pénzt is. A szertartás után jobbra a kis asztalnál életbiztosítások kötelt. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Napok óta kapjuk az SMS-eket, ugye, hogy meghalt Vágó István, és egész egyszerűen kiírthatatlanok ezek a posztok, már te is túl vagy, Jani is, én is, Kassa Tibi is, mindenki, aki a közszereplő, hogy egyszer valahogy az van, hogy én balesetben, a Tibi, nem tudom, betegségben talán. Van, nehéz, ne balesetezzél, agyrákod van. Nekem, igen, az egyik legdurvább agyrákban haltam meg, ami eleve az én esetemben egy kizáró tényező. Tehát, hát pedig helye van. Fura volt, hogy nem tüdőt írtak, vagy tehát agyat értettem, nem is értettem, hogy már szinte dicséretnek vettem, hogy nem is értettem ezt a jelzőt, hogy agyrák. Örültél az elismerő szavak. Igen, ez én esetemben ez barokos túlzás, ugye? Tehát ez egy orvosi ellenmondás. Ilyen nincs. Jó, de hogy ilyen tényleg nincs, hogy agy, tehát mi az, hogy agyrák? Ritkán már hát tumornak mondják inkább. Igen, de hogy agyrák az nincs. Az okát fejtsük már meg, aki ezt elindítja, mielőtt megkérdezi. Like vadászat. Ennyi? Persze. Tehát oda klikkelsz, rákattintanak. Számodhoz el lehet adni. Hát like vadász oldalak csinálják ezt. Hirdetési felületeket adnak el. Tehát teljesen egyértelmű. Vagy szeretnek. Vagy szeretnek. Nagyon szeretnek. Tízig összerakom a sok kis téma között. Igen, tehát ez az oka. És Vágó Istvánról is megjelent egy hír. Miszerint, ugye, hát azt írja, egyébként egészen megdöbbentő módon, elképesztő pofátlanok egyébként, hogy gyógyszer túladagolásban elhunyt Vágó István, ismert televíziós kvíz műsorvezető,
Tehát beteg, mert gyógyszert szed. Érted? Igen. Már ott van beteg, az alap. Igen. És akkor utána még rámegyünk erre, hogy túladagolta magát. Egyébként az a Vágó István, aki egy gyakorlatilag a realitások talaján élt, tehát nyilván, ha valamilyen gyógyszert szed, akkor az az első, hogy jó, kétszer kettő, akkor azt igen, nem az lépett. Nem kétszer három. Igen, nem kétszer három, nem kétszer két és fél, tehát ha két, ő az érzeket szerintem betartja. Igen, most itt kiderült egyébként aztán, hogy itt egy olyan oldalról van szó, ami... Hát tulajdonképpen ez egy ilyen blogszerűség, egy ilyen nekrológ blog, ahol nyilvánvalóan visznek szánt szövegeket, terjesztenek el egyébként, de gyorsan elterjedt a hír. Tehát nem értették, hogy emögött ugye az van, hogy ő egy homeopátiás tüntetés szervez, kipróbálja magán a homeopátiát, erről szól ez a kis bejegyzés. És ezzel adagolta túl magát. És ezzel adagolta túl magát tulajdonképpen, viszont ez szányra kapott, és hát elterjedt, hogy... Hogy Vágó István meghalt, hogy így, elhúnyt, van. Így van. De most őszintén gondoljunk bele ebbe az egész történetbe. Nagyon sok olyan ember van, aki fél információkból él, azok alapján tájékozódik, nem néz utána a dolgoknak, nem megy fel az internetre, egyáltalán nincs is internete. Na most valahol ez így megjelenik, lejön egy újságban, lejön egy szalagcím, nyilván a bulvárlapok is úgy hozzák le ezt a hírt, hogy szépen ki van emelve maga az a tény, amit tényként közöltek, de át tudjuk, hogy itt egy fals dologról van szó, vagy tudni véljük, hogy egy fals dologról van szó. És az emberek egy része ezeket tényként kezeli. Átveszi, és azt mondja, hogy úristen, hallottad Margitka, a Vágó úr, elhúgy. Pont nem Jézus ők a veszélyesek, már. Szerintem, hanem pont az a veszélyes, aki elolvasta ezt a nekrológ blogot, ugye, ami arról szól, hogy leírja, hogy elhújt Vágó István, de hogy azért, mert túladagolta magát ilyen homeopátiás szereke, ami ugye nem nagyon lehetséges dolog. Tehát erről szólt, valaki ezt elolvasta, és nem értette, hogy miről szól. Érted? És neki volt internetje. De nem értette, hogy miről szólt a dolog. Mert igen. Aztán már akihez így lecsapódik, hogy elhunyt Vágó István, az... Igen. Ha valaki üzemeltet egyébként egy ilyen oldalt, írja már meg nekünk, hogy ez hogy működik, hogy valaki oda klikkel, és ebben mennyi pénzt lehet szerezni? Vagy ebben mennyi pénz? Mert az, hogy velem is megcsinálták, tényleg... Már akkor mi is csinálunk egyet. Egyrészt, igen, leginkább azért. Én ezen sem nem háborodtam, föl sem nagyon érdekelt, tehát, hogy nem verte ki nálam a biztosítékot, sokak erre érzékenyebben reagálnak, talán nem nagyon izgatott, hogy a halálhíremet keltették, de mégis, hogy körülbelül mennyi pénzt lehet ebből egy hónapban összeszedni? Nem akar, ha nem akarja, nem hívjuk vissza, csak írja meg, hogy ő egy ilyen oldalt üzemeltet. Milyen bevétele van egy ilyen rossz ízű pénzszerzési módnak? Mert nyilván mindennek van határa, nyilván mindenki a saját etikai mércéhez képest akar pénzt keresni, nekem van egy ilyen oldalam, és minden nap leírom, hogy valamelyik közszereplő agyrákot kapott, vagy meghalt. Bár ez nem egy olyan oldal, tehát ez egy olyan oldal, akik nem ezt csinálják, ők egy ilyen blogoló oldal. És ők viccnek szánták, kicsit ilyen hírcsárdás stílusban, és akkor így terjedt el. Tehát most talán egy kicsit másról van szó, de nagyon sokan csinálják ezt pénzszerzés miatt. Mennyi pénz jön ebből be havonta? Nem lájkot vadászol konkrétan, hanem ugye kattintásszám. Vagy kattintás, ez a megfejtés, a kattintásszám, mert utána azzal már tudsz menni a hirdetőhöz, hogy nézze meg. Igen, itt volt 2015 február. Február 4 és mit 500 ezer kattintás volt. Így van, hát forgalmat generálsz egy oldalra, és utána te ezt az oldalnak a felületét értékesíted tulajdonképpen. Erről szól. Én megmondom nektek összetél, hogy alapvetően egy érzelmi alapon gondolkodó ember vagyok, én utálom ezeket a híreket. Hát nem csodálom őket. Persze. Nagyon sokszor van, így a múltban is ugye előfordult már többször, hogy egy ilyen hírt feldobtak az internetre, és van egy rakás olyan ember, akit én szeretek, akit meg a sorsa érdekel, akiket elismerek, és amikor azt látom, hogy jön egy ilyen hír, akkor én abban a pillanatban megyek fel a netre, és nézem. Én már besedőlök neki. Nézem, és látom, hogy megint kacsa. Ha az nem Origo, Index, hírkereső, hanem valamilyen ilyen, de azok ugyanis ezt nem veszik át? Tehát, hogy ott kell megnézni. De hol akadsz bele? Tehát akkor ez hol terjed? Ha Facebookon vagy, akkor ott terjed. Hát például úgy, hogy elküldi a hallgató nekünk SMS-ben. Én abban a pillanatban megyek is föl, és lecsekkolom, ellenőrzem, hogy nehogy az legyen, hogy mit tudom én, mi itt ülünk a stúdióban, és közben történik valamilyen tragédia valahol az országban egy olyan emberrel, akinek a sorsa foglalkoztat minket, igen, vagy engem. Vagy mondunk vele kapcsolatban egy poént, amilyen átokül rajtunk, ugye? Mondunk vele kapcsolatban egy poént, és nem tudtuk, hogy mondjuk 8 órakor ez a dolog megtörtént valójában, és 9-kor még. És már látjuk a lelki szemünkben a következő címlapot. Bedobunk valamit, úgyhogy egyébként nem tudtuk, igen, és ennek ugye nyilván nagyon sokan örülnének, hogy végre újra hibáznánk.
Szóval ez egy érdekes, érdekes dolog. Tényleg, ha valaki ilyen oldalt üzemeltet, egyrészt, hogy hány kattintás szám után fizetnek, hány kattintást kell elérni, mi a mérce, van-e mérce, örülnénk, ha tudnánk vele hírek után beszélni, hogy gyerekek, én ezt csinálom, nem érdekel, nekem ebből pénzem van, aljasabb módon is keresnek pénzt emberek. Nem ítélkezni akarunk, csak meghallgatni, hogy ha mondjuk ezt a nevünkkel adják el, akkor abból mennyi pénz jön be, nem? Tudjunk, mert a mi nevünkkel keresnek pénzt, meg további közszereplő pénzével. Valahogy nevével, nem? Ez egy érdekes dolog. Na, hívjuk fel Vágó Istvánt, hogy nem azért, hogy életben van-e, nyilván ennek nem dőlünk be, hanem ha már egy ilyen apropót feldobtak az interneten, akkor hogy hogy van, mit csinál, hogy telnek a nyugdíjas évek, akar-e televíziózni, merre járt legutóbb, és hogy élte meg, hogy ilyen hírek terjednek róla az interneten? Igen. Itt vagyok. Jó reggelt kívánok! Hello, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ilyen kicsit sírom, vagy ilyen földön túli volt a hang, ez az itt vagyok. Hát nézzétek, hallgatlak benneteket, és nagyon magabiztosak vagytok abban, hogy én az vagyok, aki pedig. Hát ugye van közöttetek valaki, aki hisz a lélekvándorlásban például. Én vagyok, nem, igen, én vagyok. Hát honnan tudjátok, hogy én nem, hogy én valóban nem haltam meg, és újra élek, az is lehet, hogy akivel most beszéltek, az egy második reinkarnációja a Vágónak, nem? Hát az is lehet, de ugye nem akarlak már egyből a beszélgetés elején fölhúzni kell, hogy legyél a lelked egy köztes állapotban, körülbelül 49 napig, és csak utána öltesz testet, ami minimum 9 hónap, hogy megszülessél, majd beszélni tudjál. Tehát te nagyon gyorsan... 49 kell hozzá? 49 akkor, nap, az a bardó. Akkor én vagyok. Akkor én. Na jó reggelt, hello. De mit szólsz, amikor ezeket olvasod? Hogy mit szóltál, amikor így gondolom, sokan fölhívtak, hogy figyelj, Pista, életben vagy? Mert azt olvastuk, hogy meghaltál. Igen, nagyon helyes emberek hívtak fel. Nagyon helyes emberek olyan féltő gondoskodással küldenek üzeneteket, de 100 szám. Hát gondolom, hogy ugye hallom, veletek is megtörtént már az ilyesmi. És hát ezekre azért az ember kedvesen válaszol az elején, aztán egy picit már ingerültebben válaszol, és aztán legyint rá, hogy rendben van, tudomásul veszem. De meg kell egyeznem, hogy azért ti is összekutyultok ám mindent. Vegyétek tudomásul, én 3 évvel ezelőtt haltam meg gyógyszer túlmagavolásban, és most agyvérzésbe hunytam el. Ne hagyjam, hogy ez megsértettünk. Most akkor agyvérzés volt. Aha. Na jó, de ha 3 évvel ezelőtt meghalt a Vágó István, akkor volt ideje a 49 napra, a 9 hónapos megszületése, és még meg is tanulhatod beszélni, tehát te tényleg nem a Vágó vagy. Most elbizonytalanodtam. Oh, yeah. Igen. És akkor most agyvérzést. Egyébként ezen felhúzod magad, amikor a neveddel így visszaélnek, és azt mondod, hogy a fene vigyel, hát ne így keressenek pénzt, azt mondod, hogy figyelj, nem érdekel. Én ezt tudomásul veszem, hogy valaki így akar feltűnni, úgyhogy én nagyon egyetértek azzal, hogy akartok beszélgetni azzal, aki ezt a honlapot üzemelteti. Engem is érdekel, hogy miért csinálja. Engem is érdekel, hogy ebből neki van-e pénze. Megjegyzem azonban, hogy túl azon, amit ti mondtok, hogy rámentek különböző honlapokra, és hogy megpróbáljátok ezt a dolgot igazoltnak venni, azért ez egy különösen aljas címről jön, mert mindenki arra hivatkozik, hogy a Hír24 írta meg. Uh-huh. Na most ez nem hír24.hu, hanem hír-24.info. Uh-huh. Oh, ez pontosan olyan, mint hogyha én üzemeltetnék egy rádiót, aminek az lenne a neve, hogy class-fm.info. Aha. Uh-huh. De nem, és is akkor te annyit mondanál csak, hogy ez a Klassz FM, persze. Hogy a Klassz FM-ben mondta, és nem is hazudik, mert valóban csak a kötőjelet nem mondom. Tehát ez nem a Hír24, hanem ez egy teljesen más, obskurus, bár az arra a honlapra hát összekeverhetően hasonlító címről érkezett. Hmm. Tehát még a dizájn is hasonlít ugye az eredeti Hír24-hez. Nem. Hogyha valaki rámegy, akkor nem. Nem, korán sem. Uh-huh. Nem, hát a Hír24-i azért az egy profi módon kinéző honlap, az, amin az én halálhíremet közlik most, az viszont hát egy ilyen, én tákolmánynak mondanám, szóval az is fel kellene, hogy tűnjön. Nem beszélve arról, hogy ugye van egy nagyon szép nekrológ rólam, komolyan, egy könycseppet el is töröltem. Írtak, de ezen a honlapon írtak rólad? Nem az, hogy írtak, hanem van egy videó, amire megkérdezitek, hogy hogyan terjed. Hát úgy terjed, hogy akkor tudod megnézni a videót, hogyha egyébként ezt közzé teszed a Facebookon. Aha. Na most akkor viszont elmondok mindenkinek egy trükköt, aki mindenképpen meg akarja nézni az erről szóló videókat.
hogy úgy tudod a Facebookon közzétenet, ez már picit kell tudni Facebookozni, hogy a közzététel nyomán te be tudod állítani, hogy mindenki láthatja, a barátaid láthatják csak, vagy csak te magad láthatod. Ezt be lehet állítani. És ha beállítod, hogy mindenki láthatja? Akkor viszont terjed, mint az influenza, de úgy is be tudod állítani, hogy rendben van, közzéteszem a Facebookon, de csak én láthatom, ezt tettem én. Tehát én úgy néztem meg ezt a videót, hogy rákattintottam, ahogy ezt egyébként a honlap üzemeltetője is kívánta, viszont csak én láthatom. Tehát így állítsák be, és így tikeljenek és rá. És sírtál? Tehát milyen az, amikor az ember megnézi a saját nekrológiát? Azért az egy érdekes élethelyzet, nem? Balázs, egyébként. De hát hozzászoktam már, ugye 3 évvel ezelőtt volt ez a homeopátiás túladagolás nevezetű, hát mit mondjak, happeningünk. Úgyhogy ehhez képest, ugye a 3 évvel ezelőtti halálhírem az vicces volt, mert hiszen pont azt használta ki, amit egyébként én felvállaltan csináltam, tehát hogy bizonyítsuk azt, hogy a homeopátia nem arról szól, amiről sokan gondolják. Ez a mostani, ez kevésbé szellemes, mert nem volt különösebb aktualitása. Hát ne haragudj, hát az agyvérzése mindenkinek lehet. Ugye, hogy az agyrák sokkal különlegesebb? Ráadásul szerintem te ismersz az én esetemben, az ugye egy kizáró tényezőt. Hát, hagyjad már. De ostorozd magad, majd ő megteszi. Igen. Szóval ez így szólt. Voltak a nekrológban tárgyi tévedések, amiket esetleg szívesen kijavítottál volna? Nem. Nagyon szép volt, és meg voltam hatva, és kedves volt. Szóval nem, ez rendben volt. Balázs benne volt a nekrológban, hogy együtt dolgozott Ágó István, aki együtt dolgozott. Hát ez egy olyan rövid szösszenet volt. Hát erre már én sem emlékszem. Szeretnéd azt te felejteni, de még felriadsz néha éjszaka is felüvöltesz, hogy hol vagy. Igen. Nem, Balázs, majd még találkozunk. Na, valamelyik túlvilágon. Pont ezt akartam kérdezni, ha már itt ide át is eveztünk, hogy televíziózás. Ezt teljesen elengedted, és éled a nyugdíjasok nagyon nyugodt életét, amellett, hogy nyilván politizálsz, de most erről effektíven nem is akarunk beszélni, sokkal inkább a televíziózásról. Vagy van benned még egy olyan, akár műsorterv, akár ötlet, akár egy külföldön látott formátum, hogy ezzel te most még szívesen foglalkoznál? Vagy nem, ezt letetted? Én letettem. Letetted végleg? Igen. De lehet ezt tenni egyáltalán? Ugye hát ez egy nagy kérdés, hogy... Nem sokára megtudod te is. Na hát ezért kérdezem, hogy ezt egyszer csak az ember egyik pillanatról másikra elengedi, vagy évek alatt hozzászoktatja magát a gondolathoz, hogy egyszer vége lesz, és akkor... Én szerintem ez attól függ, hogy mennyire szervezi magát az ember egyetlen egy téma köré, vagy egyetlen egy foglalkozási ág köré. Például, hogyha nekem mindenem lenne, vagy lett volna a televíziózás, és csak azért annak éltem volna, hát akkor effektíve ugye a kirúgatásom után tényleg meghalhattam volna, már abban az értelemben, hogy hát akkor nincsen további célja az életemnek, de nekem van. Tehát én el vagyok ezzel a nevezük közéleti tevékenységgel, ezzel elég sokat foglalkozom, gyárok, nem mondom meg, hogy hova, nem mondom meg, hogy milyen oldalon, úgyis tudjátok, rendben van, vigyázok. Köszönjük szépen. Ez kitölti az életemben. Azért odafigyelsz a tévéműsorokra, az újdonságokra? Többé-kevésbé. Talán valamivel kisebb. De nem mondnál, hogy nincs olyan, hogy így nézel a tévét, és akkor mit tudom én, megy egy műsor, mondjuk az egy perc és nyersz, és akkor azt mondod, hogy milyen műsor? Hát ki írta ezt a hülye kérdést, és csak a térdedre. Egyébként most, hogy mondod, azért pipa. Tehát én ezt a kérdést máshogy tenném fel, talán ilyenek vannak, igen. De nem nosztalgiából, egyszerű emberi felháborodás. Hogy te ezt máshogy kérdeznéd. Igen. Uh-huh. És mi van a másik nagy szerelmeddel, az utazással? Azért azt látom, hogy itt-ott azért megjelensz. Én még azon gondolkozom, hogy hova tudsz? Tehát, hogy hova mész, ahol te még nem voltál? Hát ugye most nem régen, persze ez relatív, voltam egy dél-kelet-ázsiai úton, Dél-Korea, Tajvan, és hát úgy néz ki, hogy a Kaukázus lesz a következő. Te sportolsz valamit, vagy mozogsz valamit, vagy csinálsz valamit? Semmit? Nem. Néha kártyázom. Kártyázol. És a dohányzás az még ugyanúgy? Tehát egy szenvedélyként ott van? Jó tesz ez nektek, hogyha erre válaszolok. Igen, jó. Én veled vagyok. Kíváncsiságból kérdezem. Akkor röviden mondom, igen. Az ott van. Igen. És a sportot miért vágtad? Talán ez a hosszú élet titka, hogy egy szép kört csináljunk ebben a beszélgetésben. És a sportra miért vágtad rá ennyire, hogy nem? Tehát, hogy ez egy...
ez nincs nem. olyan, amit szeretnél, vagy nem érdekel? De sokat fotballoztam én annak idején, de aztán történt velem egy ilyen véletlen baleset, és akkor azt gondoltam, hogy ennek akkor most már vége. Inkább ez volt benne a szomorú, hogy én ezt tudomásul vettem, hogy többet én nem fogok focizni. Meg hát egy foci meccs az másfél óra, addig nem lehet dohányozni. És addig nem lehet rágyújtani. Hát igen, azért... igen. De nézni lehet, az jó. Az Vágó az István, hogy köpköd a gyepen. Kevesebbet hallok a szkeptikusokról. Mi történt? Abból kiszálltál? Buddhisták lettek? Vagy végre rájöttetek, hogy tévedtek? Végre rájöttetek, hogy mi van itt a háttérben, és feladtátok. Ez jó, igen. Szóval egyre inkarnálódott Vágó Istvánnal beszél, továbbra is ragaszkodom hozzá. Igen, de nem foglalkozol vele, vagy nem csinálod? Dehogy ne, hát látod, hogy ezzel kezdtem én is. Hogy kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán utána mentek-e ti, például vagy te személyesen, Balázs, hogy beszélj egy reinkarnálódott emberrel. Még egyszer mondom, lehet, hogy most is egy olyan... De hát István, minden nap ilyenekkel beszél. Én erre azt kérdezem, hogy láttál már $1 milliárd egybe? Miért? Mert annak ellenére, hogy nem láttad, azért az még létezik, nem? Igen, attól, igen, erre azt szokták mondani, hogy és láttál már tejáskannát a hold másik oldalán? Nem. Nem, de attól még lehet ott. De nem, így van, hogy csak azt hiszem el, amit látok, de köztünk ez egy hosszú beszélgetés. Nem, azt hiszed el, aminek van valami racionális alapja. Ha azt mondok egy másikat, hogyha az nem ellenkezik egyébként tapasztalatainkkal, vagy a fizika törvényeivel, és így tovább. De hát ez hosszú téma. De egy hosszú téma lenne, igen, de mondd meg akkor nekem, hogy van az, hogy mondjuk én 2 éve homeopátiát adok a gyereknek, és működik. A gyerek. A gyerek. Ugyanúgy működne homeopátia nélkül is. Igen? Igen. Tehát elindul egy középfölgyulladás, amit mondjuk 5 évig mi antibiotikummal kezeltünk, az elején meg tudjuk ezt állítani, és nem kell, akkor a gyerek magától gyógyul meg? Vagy tudja, gyerek, hogy placebót adok? Hát egyrészt magától is meggyógyul, ez teljesen természetes. Másrészt azért, ha antibiotikum kell, akkor ne homeopátia. Nem, ezt mondom, hogy amikor szól, hogy fáj, megállítjuk, ha már középfölgyulladása van, nyilván akkor antibiotikum. De hogy régen azonnal antibiotikum, most pedig meg tudjuk állítani, és elmúlik. Figyelj ide, ne keverjük a rossz orvost a tudománnyal. Tehát minden tudományának vannak rossz művelői. Ez borzasztó érdekes, hogy persze, hogy amikor elviszed egy orvoshoz, és ő eltolja, mert ilyen van, az soha nem merül fel, hogy egy homeopata orvos rosszat ír fel. Az mindig jót ír fel. Hát hogy van ez? Hát gondolkodjatok. Nem de lehet rosszat felírni nyilvánvalóan. Tehát nem tudsz rosszat csak felírni. Csak jót? Hát nem. Feri, ugye viccel? Nem. Azt mondod, te azt állítod, hogy homeopata orvos nem írt fel még soha rossz gyógyszert. Azért nem, igen, azért nem ír föl rosszat, mert hogy nincs hatása egyiknek sem. Tehát rosszat. Mi egyet mondunk, én mióta vagyunk, én veled vagyok de jó, ebben. Hát én szoktam, dehogy nem, én szoktam a Balázsnak ellent mondani ezekben a dolgokban. És ilyenkor meg is paskolod egy picit az orcáját. Hát próbálom, de azt még nem engedi. De azért, mert nem tud fölírni rosszat, az egyenesen azt jelenti, hogy akkor ez a dolog nem jó, vagy nem működik, nem, mert akkor ártani kellene? Nem, én ezt arra mondom, hogy akkor, amikor a tudomány kudarcairól esik szó, akkor általában ez mindig egy rossz orvos, vagy egy orvosi tévedésnek tudjátok be. Tehát mivel az orvosnak nem sikerült meggyógyítani, ezért a tudomány rossz. Aha. Ez egy téves gondolkodás, mert a tudomány jó, de vannak rossz orvosok. Szembeállítva a homeopatákkal, akikkel kapcsolatban még soha nem hallottam, hogy ez a homeopata orvos rosszat írt fel. Tehát a homeopátia rossz. Nem. Igaza van a Ferinek, egy homeopata orvos nem tud rosszat felírni, hiszen semmi hatása nincs a szernek. Na de akkor mitől gyógyul a gyerek? De ez a jó kérdés. Na most, hogyha meggyógyul köszönöm. A gyerek... Köszönöm. Na álljunk meg egy pillanat, azért ezt most köszönöm. Ezt fölírjuk, kimásoltuk. Csak összejött, köszi szépen István a beszélgetést. Igazából csak egy önigazolás kellett végre Balázsnak. Profi itt hagyja abba. Na, szóval, hogy akkor mitől gyógyul a gyerek? De hát azt érdemes megnézni. Na most én azt mondom, hogy tegnap például esett az eső, ma meggyógyult a gyerek, következésképpen, ha előző nap esik az eső, az jót tesz a gyereknek. Hát ilyen következtetésekre lehet jutni.
lefordítom. Adtam homeopata szert a gyereknek, holnap meggyógyul, tehát a homeopata szernek következtében. Ez egyáltalán nem biztos. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk állapítani, ahhoz körülbelül 1000 gyereket kell megnézni, abból 500-at kell homeopata szerrel, másikat pedig nem homeopata szerrel kezelni, lehet harmadik csoport is, amelyik meg nem kap semmit. És nézzük meg, hogy van-e közöttük szignifikáns statisztikai különbség. De az, hogy az én gyerekemnek adtam szert, másnapra meggyógyult, ebből még nem következik semmi, mert nem tudjuk, hogy mitől gyógyult meg. Lehet, hogy a szertől, lehet, hogy mástól, lehet, hogy magától. Tehát ezért nagyon veszélyesek ezek az egyedi történetek. Ezt mi úgy szoktuk mondani, szkeptikusok, hogy ezek az anekdoták. Anekdotákból nem lehet következtetéseket levonni, nem beszélve arról, hogy egyébként amikor egy gyógyszert őskönyveznek, akkor se fogadják el az egyedi történeteket. Úgy nekem a szomszédomban lakik Mari néni, ez volt a baja, adta meg ilyen szert, és meggyógyult. Ezt nem lehet elfogadni bizonyítéknak, mert 1000 Mari néni kell hozzá legalább. És nagyon jól ellenőrzött körülmények között megnézni, hogy mi az, ami végleg hatott. Érdekes érvelés, pokorra kerülsz, de érdekes érvelés. Ott lejártam, nem rossz. Hidd el, én is ott leszek, 1000 évig Balázsot fogok vezetni, és mindig magamat kell. Mindig magamat kell ülni mindenkivel. Te leszel a műsorvezető, és mindig önmagammal találkozom a fal másik oldalán, és a fejemre olvasom az összes hírt. Én is ott leszek, meg ott kell ülnök az első sorban, és tapsolni. Jaj, de jó kérdés. Valamiért azt látom a Balázs arcán most így az utolsó 10 perc után, hogy ebből nem lesz rendszer, hogy hívogatom. Dehogy nem, én ezt imádom. Annyiszor megígértük úgy is, hogy hívunk, hogy imádok erről beszélni. Főleg veled, hát mi azért így a forgatások alatt és erről elég sokat beszéltünk. Igen. Na jól van, hát örülünk akkor, hogy jól vagy, és hát vigyázz magadra. Aztán lehet, hogy egy-egy ilyen általam sokat favorizált körben egyébként hívnánk, vagy témakörben, erről már úgyis volt szólás, földön kívüliek, chemtrail, ugye ezt talán még ígértük is egyszer. Ezeket úgyis szeretem, az a tartozunk. Még tartozunk egymásnak. Egy jó kis chemtrail bizonyítás, igen. És hát köszönjük, vigyázz magadra, örültünk, hogy hallottuk a hangodat. Köszönjük szépen, Vágó Istvánnal, köszönjük szépen, ciao, hello. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hamarosan folytatódik. Egy érdekes híre bukantunk, és én nem tudom, hogy pontosan mire véljem a dolgot, mindesetre tetszik a dolog. Frey Tamással lehet gyerekek Miami-ba menni. A hirdetés arról szól, hogy Frey Tamással lehet elmenni az Amerikai Egyesült Államokba, azon belül is Floridába. Uh-huh. De ő már ott van, nem? Ő ott vár bennünket. Tehát amikor kimegyek, akkor ott lesz már a De várjál, leszállsz a leptérén, és ott áll a Frey, hogy Rákóczi táblával a kezében? Vagy? Akár ott is állhat. Az egyik kezében ez ilyen nyillal megjelölve, hogy ő Frey Tamás, és a másik kezében pedig ott egy tábla, hogy Rákóczi család. Arról van szó, hogy Frey Tamás az idegen vezető. Uh-huh. Frey Tamás az idegen vezetőt, ha te megvásárolod ezt az utat. Hozzá, visz körbe Miami-ban? És ő körbe visz Miami-ba, Frey Tamással tölthetsz el te egy hetet, és Frey Tamás lesz a te idegen vezetőt. Megnéztük, egyébként utára jártunk, úgy néz ki, hogy az oldal az nem valamiféle médiahek. Frey Tamás vállal pénzért idegen vezetést Miami-ban. Miami és ami mögötte van. Miami és ami mögötte van, így van. Tehát Frey Tamás a te idegen vezetőt. Hát azért az zseniális. Elég jó. Egy nagyon szórakoztató, nagyon tanult, nagyon informatív csávó. Felkészült, aki jól mesél, és ott él. Tehát minden tud a dologról, ráadásul mindenki ismeri, híres ember, szerintem tök jó a dolog. Tudja, hogy hol a legjobb a kávé, nyilván. Nem tudom, hogy nyitott. Egyébként. Ő lesz az úti kalauz, közel 350.000 forintért. Nem tudom, hogy ez most az ő gázsia, vagy ebben az egész út benne van. Ha az ő gázsia az jó, az egész út szerintem ebben nincs benne repülőjegye mindennel együtt. Egy hét Miami 350.000, az nagyon olcsónak tűnik. Uh-huh. Minden esetre ma megyünk, a közel jó, már le is fizettük egyébként. A részletfizetési lehetőséget választottuk. Embetű, Miami, embetű, Monor. De hogy van ez egyébként? Tehát, hogy Frey Tamás ott áll a repülőtéren, vár téged. Egy Frey Travel felirattal, ami nyilván nem létezik. És ha Ausztráliában meg ott várnak Palikék, és ízével Regensburgban meg Haki Tamás, vagy nem tudom, tehát, hogy minden ilyen külföldre szakadt hazánk fia, egy körbevezet majd minket ott, ahol egyébként akkor tájt éldegél. Ez szerintem ez csak, nem tudom, lehet, hogy nem egy alkalom, tehát lehet, hogy több is van a történetben, de hát ez pont ugyanaz, mint amikor veled lehetett buli repcsivel menni a nem tudom hova. Nem?
Nem valami hasonló? Igen. Annak idején ugye úgy volt meghirdetve, hogy magyar zenekarokat kimehetett. Akkor Tamás is levar mindenkit? Hát én nem tudom, hogy mi volt. Ki. Nem bántottam senkit a buli repcsin. Hát, aki benne csak volt. Csak aki akarta. Igen, csak aki akarta. Most engem is. Tehát, nyilván nem arról van szó, hogy Tamás kint vár a repülőtéren tényleg egy horvát család feliratú táblával. Fölszáll egy 40 személy. Beültök együtt, beülnek együtt egy ilyen kis golfautóba, és akkor így végigfurikáznak a városon. Igen, beültek egy 40 személyes buszba, és akkor azt mondja, hogy megérkeztünk a nem tudom milyen Miami Resorthoz, itt a horvát család, a kis család és az Ábel család szálljon le, és Frey Tamás becsakolja őket a szállodába, leadja az útleveleket, majd felszáll a 40 személyes buszba. Tamás, Erzsi, Tamás, ők a kicsi. Tamás. Írtunk Tamásnak levelet, nekünk nagyon jó a viszonyunk egyébként vele, többször volt itt a műsorban, de nem, ő veszi a lapot szerintem. Nem fog ezen megsértődni. Hát gyerekek, ez van. Hát most utazási iroda. Ha ezt felvállalja, hát akkor nyilvánvaló, érted, akkor erről lehet beszélni is, nem? Tehát ez egy nyilvános oldal volt. Érted, nem kellett rákattintani, hogy ön elmúlt már 18 éve. És a Frey Tamás az idegenvezető, mert ugye az idegenvezető mindig úgy hívott, hogy te ott kint az idegenvezető segít neked mindenben. Engem van egy pocakrontásom kint Miami-ban. Akkor én éjjel kettőkor felhívom a Tamást, hogy vigyen ez el. Ez az a pocakrontás, a pocakrontás. Vudu átok. A pocakrontás, gyomorrontás, egy pocakrontás. Tehát van egy pocakrontás, hogy igen, vagy, hova menjek, mit csináljak, hova Tamás? Akkor a Tamás elvisz engem Miami-ban egy kórházba. Először visznek egy gyógyszert, ha nem segít, akkor pedig egy elvisz a kórházba. És hoz nekem szenet? Igen, és nyilván azt a helyet, például azt a nyilvános vécét meglehetősen komolyan feldiszkózza. Tehát, hogy neki be kell mutatni a helyet. Tehát, hogy amikor te elmondhatod neked, ugye pocakrontásod van, ahogy fogalmaztál, akkor a Tamás elvisz egy ilyen nyilvános vécéhez, és elmondja az összes tudnivalót, amit egyébként. Elmondja, hogy neki milyen élményé voltak, hogy ő mekkorát és milyen kellemeset. Igen, hosszabb. Mi a program? Első nap elindulok, ott még nincs Tamás. Miami Beach-en leszállok, transfer szálloda. Ott nincs benne, hogy Tamás. De én akkor már nagyon várom. Mit vársz? Hát Tamást. De addig lehet képeket nézegetni róla, vagy pedig meg lehet nézni korábbi, ahogy írják a dossziékat. Állunk a szállodában, mondjuk hárman ott vagyunk, én csekkolok be, te már támasztod a bárpultot, te eszed a gabonafasírt, a szendvicsedet alufóliából kicsomagolva. És Miami-ba. Nyugtatom a gyerekeket, hogy mindjárt jön Tamás bácsi. És nyugtatod a virágot, hogy mindjárt jön Tamás bácsi. Hozza a frappéka. Oké, megvan a hotel. Második nap, indulás a félnapos autóbuszos város nézése Miami nevezetességei. Igen, ott Tamás már ott van. Igen. Tamás már ott van. És elmondja nekünk, hogy mi történt a Kis Havannában, meg az Art Deco negyedben. Figyeljetek, ez jó egyébként. Hogy ez itt még nem annyira izgalmas, és ez csak Miami külső, de nem sokára beljebb leszünk, és talán találkozunk majd Will Smith-szel is. A harmadik nap. Itt megjelenik Tamás már kirándulás a Nemzeti Parkba, Frey Tamás társaságában. Ahol? A Nemzeti Parkban. Ja, a Nemzeti Miami Nemzeti Park. Hát ez az Everglades is a hasonló, de a mocsárvilág, ugye, amiről ő írt a könyvében, ahol élnek a aligátorok, és akkor ott mindenféle állatkák vannak. Egyébként gyönyörű és rész. Ott áll majd Tamás amerikai plánban egy ilyen kis dossziéval a hóna alatt, és akkor és elmondja. Szétem az aligátor száját. De egyébként gyerekek, ezzel rendben van. Tök jó, mert tőle hiteles minden info, érted? Tehát, hogy ő tud, utána nézett, jól meséli ezeket. Én nagyon imádtam régen a műsorait is. Nem? Tehát ugyanazzal az... Meg hát a szűkebb környezete, tehát, hogy gyakorlatilag a lakóhelyét mutatja, tehát ő most ott él. Itt gyakorlatilag lakik, bárki Tamás csinálhat ja, egy ilyet. Igen. Tehát, hogy szerintem ugyanilyen jellegű idegenvezetést bárki vállalhatna. Bárki vállalhat, mindjárt utána állunk, hogy ki tudna ilyet csinálni. Egyébként mi szerettük volna Tamást megszólaltatni, írtunk neki e-mailt, és nagyon helyesen csak válaszolt. Csak az Everglades-ben is, most nem tudom. Nem, ő azt mondta, hogy az idő eltolódás miatt nem szívesen beszélgetne velünk, de az idő eltolódás miatt ott erősen éjszaka van, és sokat dolgozik, és pihen, és ezért nem tudja ezt a beszélgetést vállalni. Mi szerettük volna egyébként megszólaltatni, hogy mondja el, hogy miért vállal ilyet. Mi van, mert egy napig kíséri a horvát családot 6 napig, de mondta, hogy időeltolódás van, és hajnalban ő emiatt nem tud most fönnmaradni, de köszöni szépen a lehetőséget. És nem sokkal érkeznek Vargáék, és már készül, ugye? Persze, már ki majd repülőt, igaz, egy horvát család táblában. Mutatni egészen nagy krokodilokat és még aligátorokat. Igen. Én nem látom a többi napon egyébként. Utána mi történik? Szabad foglalkozás. Nem látom Tamás utána a többi napon. Tehát utána az, hogy Miami Beach közelébe válnak delfinek, stb. És ebben mi van? Mit mondjak végig? És utána hazautazol, de ott már nincs szabad program. Pihenés, harmadik nap semmi nincs, ott már nincs Tamás. A harmadik nap, amikor mennek a Nemzeti Parkba, akkor megjelenik Tamás, és lehet, hogy végig együtt vagytok. Igen. Ott alszik veletek. Figyelj, lehet, hogy ez egyetett, hogy a következő program az fakultatív Tamással.
Érted? De már nem kell beírni a Tamás, mert Tamás szerdán megjött, és ő kísér ki a reptérig. Mezitlefutás Tamással kint homokban, te érted? Strandröplabdázás Tamással, fagyizás Tamással. Görkorizás Tamással. Jékásevés Tamással. Jékásevés Tamással. Nekem kicsit fura, hogy a Freyjet elvállal egyébként. Fura. Tehát tök profi, sikeres üzletember, komoly kávéval foglalkozó hálózata van, nem? Tehát könyvek. Könyvek, sikerkönyvek állnak a háta mögött. Hát fura, hogy ő tényleg a horvát családot egyébként körbeviszi. És illetve Vargáikat és Kovácsikat is, de hogy egyébként szerintem az lehet ennek az egésznek a mozgatórugója, hogy ő már elszokott, egy picit megcsömörlött attól, nem elszokott, hanem megcsömörlött attól, hogy nagyon széles tömegekhez szól. És hogy nagyon jól tudjuk, hogy általában az igazi minőségi szórakoztatás, meg az igazi minőségi tanítás, például az kis csoportokban történik. És jó, most erre vágyik. Hát szól is meg az ember. Hogy így az van. A személy. Így van. Így van. Pontosan így van. Jó, na nézzük meg hallgatóinkat akkor, hogy ki hogy tudna a saját környezetében idegen vezetni. Jó? Tehát gondolkozzatok el azon, hogyha mondjuk ti a saját környezetetekben, apró településeken, falvakban, városokban, lakóházakban, társasházakban, mi olyan kuriózum van, amit mondjuk 5 mondatban, 3 mondatban le tudtok nekünk írni, mintha mindenki most a saját környezetében idegenvezető lenne. Tehát vigyetek el bennünket és a többi hallgatót egy olyan idegenvezetésre, ami ott az adott község, település, faluban megállná a helyét. Bármiben. Jó? Uh-huh. Tehát írjátok le, hogy itt ki szokott elvetődni, éjjel 2-kor kint kell átlépni, itt van az öreg néni, idős néni, aki sokat fúr, itt laknak tehát Kovácsik. Arra gondolsz, hogy mit tudom én, hogyha én például otthon vagyok, na, akkor mit tudom én, jó, hétfőtől péntekig itt a rádióműsort vezetünk együtt, de mit tudom én, szombat vagy vasárnap, nem, jó, vasárnap, azt nem áldozom, de mondjuk szombat délelőtt, már bevásárlás után, vagy éppen a bevásárlással egybekötve, hogy azért mégiscsak legyen valami plusz értelme a dolognak, én körbevezetném az embereket a béketéren. Igen. Szevasztok, Adon János. Hello, vagyok. Sziasztok, kedves Vargáik, a következő a szituáció. Elmondanám akkor, hogy a béketér miről nevezetes. Amit ott látok, az egy szaniter áruház, korábban ez funkcionált liget moziként, itt láttam először a Ben Hur című filmet. A Ben Hur című film egy nagyon hosszú de magadról film, de és egyébként igen. És az általános oldalon láthatjátok Peszent Lőrinc legendás lángososát, ajánlom a figyelmetekbe a tejfölös sajtos, füstölt sajtos verziót. Mellette a másik oldalon találtok egy zöldséges. Ennyire, ilyen finom karalábi. Lőrince, van bármi, ami egyébként tényleg érdekes? Hát most mondta végig! Én vagyok a horvát család, és állok ott kis trapézdát. Ez még csak a beetetés része volt, ez még csak a bojli, most dobtam be. Hát de, most etetsz. Én állok ott a kis trapéz nadrágomban, anyukámmal, és megyek hozzá idegen vezetni. Így van. Ez itt a Méta utca, ők pedig a lányok. Vargáik, lányok, Vargáik. Varga család, lányok, Varga család, mama szabad program. Apuka egy kicsit fakultatív programra elmehet a Méta utcába. Az is nálatok van? Há, hogy ne? Oda tartom, ami a legjobb dolgok Lőrincen van. Igen, ami ebben a városban értelmes, az állunk. Nálunk a Hopoff is menne, te lovaskocsis. Hát egyébként ez lehet. Lovaskocsis, itt megállunk. Hopoff. Szeretnénk bemutatni Miru bácsi házát. Miru bácsi Miru az a legendás személyiség, aki egy teljes vízzel telt vödröt meg tud tartani a nevesebb részét. Ez nem legenda. Te láttad? Hát ember, mi az, hogy én láttam? Te mindenki látta. Teszta rá kell rovatot neki. De ő hát az Miru bácsival már nem találkozol, ugye csak a házzal. Hát az a baj, igen. És akkor ott mi? Van egy faragott szobor, vagy mi? Hát, érted. Azért most képzeld el valamelyik helyi képzőművésznek a munkája. Itt élt Miru bácsi szoboravatást, lerántjuk a szobrot. És ott állna, és az egyik vállal egy zsák kukorica, a másik vállal egy fél disznó, és tartana még egy vödör vizet is. Te meg így takarnád a világ szemét, tudod, hogy nem. Nem, mindjárt az lenne egyébként, hogy ez nem lehet igaz. Hogy mindjárt a polgármesternek valószínűleg meggyűlne vele a problémája, mert lerántaná róla a leplet, és meg akar még közép tájékon, tudod? Gyere már! Gyere már le! Hát igen. Ez jó. Na nézzük egyet-kettőt, hogy mit írnak a hallgatóink. Kedves vendégeink, így kezdődik. Akkor most hadd mutassam be, Dunaföldvár szívében húzódó, 6-os úttal párhuzamos legendás, gyönyörű fákkal szegélyezett Magyar László utcát. Erre gondoltuk. Ilyen klasszikus idegenvezetésekre gondoltuk. Én már rá is keresek. Itt lakott szegény megboldogult förtelmes Pista bácsi. Szomszédjában a mindig résen lévő félszemű zsandár Pista bácsi. Ez az udvar, ahol förtelmes Pista bátyánk a rozsdás késsel kergette szegény Panni nénit, hogy kivágjon egy karéjjal a nemesebbik feléből. Na. Ez Balázs küldte nekünk. Sziasztok!
Ez itt a Havanna lakótelep. Balra a 44-es számba vitték föl a 9. emeletre a lovat. Ez tudjuk, hogy ez legenda vagy nem. Igen. És dobták le az erkéről a húsdarabokat, amik nem kellettek. Írja egy valószínű ott lakóhallgatom. Egy tömbbel a Réva 46-os szám alján lévő üzletsor háztartási boltján törte be Szípus Józsika a kirakatot. Szípus Józsika. Ez már hogy, hihetőbb része. Hogy beleszívjon a gáztöltőbe. Ezt nem hiszem el. Na pont ilyen történetekre gondoltuk, imádom, hogy a hallgatók ennyire veszik alapot, hogy beleszívjon a gáztöltőbe. A mellette lévő számítástechnika üzletbe menve Mari néni a Szokor rádiójába elment elmet cserélni, és mivel nem sikerült, kettő üzletel odébb látható lottózóba próbálkozott. Hát ez Havanna, Isten hozott mindenkit. Tocsa küldte nekünk, köszönjük szépen. Nagyon jó. Nemrég költöztem Szeghalomra, üdvözlök mindenkit. Akkor, mikor kinéztem az ablakon, ott állt Tati, a legerősebb ember Szeghalmon. Senki nem tudja két vára fektetni. Dunakeszi legszórakoztatóbb jelensége az őrült babettás gyerek. Nyaranta sötétedés után tolja ki a bringát, amit több színes égsor, fotelülés, matricák, táblák borítják, és egy rádió, amiből szól a zene. Így cuccolja át magát Dunakeszi főbb utcáin gyökkettővel. Imádjuk, írja Nóra. Tehát lassan, szépen lassan, a felextrázott verdával megy körbe. Azért ez jó. Nagyon kemény. Tiszatelek idegenvezetés. Szombat reggel 6-kor indítás a kocsmában. Nevezetességként tartalmas idegfárasztó beszélgetés B. Pistával. B. István nagykorú, írja egy hallgató. Tiszaparti túra a dzsungelszerű ártérben, írja egy hallgató. Ebéd a helyi csárdában ugyanitt agyibasztó beszélgetés B. Pistivel. Tehát átköltözik reggel még a kocsmában, este már, délután már a csárdában. Délután két tiszaparti strand közül választhat, az egyik nudista. Este mulatos buli a helyi diszkóban ajándék tömegverekedéssel. Várunk mindenkit szeretettel. Írja nekünk Sanyi. Azért az is jó hely lehet, ahol a három nevezetesség van, a Mag 7-es, a Pótkerék és a Las Vegas kocsma. Nem. Ha ezekben jártál, mindent láttál, írja a kedves hallgató. Azért. Gyertek Ercsibe, a zenevárosában. Következő SMS, aki körbevíz bennünket már, mint hallgató. Ez itt a Felső Presszó. Egy hűvös őszi estén itt húzta ki a pityókás vízvezetékszerelő az ittes haverja fájós fogát egy svéd fogóval. Barna csak ennyit ír. No, kérem szépen. Barra kocsma. Posta, kocsma. Közért, kocsma, templom. Hangerőt feltekerni. Elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Best of Morning Show. Morning Show! Nagyon érdekes dolgot láttam egy magazinban. Ez a magazin családról, pszichológiáról, egészségről, inspirációról szól, és ez egy havilap. Uh-huh. A kezemben akadt, mert volt benne egy interjú egyébként a Feldmárral, akit nagyon kedvelek, és lapozgattam ezt az újságot, pszichológia, gyereknevelés, és szeretek ilyen... Inspiráció. Nézz utána majd, ha esetleg bajod lett ezzel a szóval. Ezt mondtad az előbb? Igen. Kimondtam. A bakost üst fel, és akkor megtalálod az értelmét. Szóval nagyon jó cikkek vannak benne, nem szeretem az ilyen havilapokat. Lapozgatom, elolvasom a Feldmár interjút, tök jó. Egyáltalán nem nyugszom meg tőle, mert leírja, hogy minden szülő hogy cseszi el a saját gyerekét. Uh-huh. Ami egyébként tényleg így van. És sok tekintetben magadra ismertél. De nem, hát nem tudsz jót tenni, szóval, hogy igen. Érdekes dolgokat mond. Kedvelem, mit látok? A mi Julink, csak mondom, a mi Julink szex újra töltve rovatunkban. Opszi-csopszi! Pirner Almával mutatom neked, szexi dresszbe öltözve, Juli, ugye tudjuk róla, hogy cikkeket ír más újságokba is, egyébként nagyon jó írásai vannak, és jól ír, elment és kipróbált egy olyan dolgot, ami abban segít, hogyha te elmész erre a tanfolyamra, erre az órára, erre az előadásra, ami ugye tulajdonképpen egy olyan óra, ahol te is részt vehetsz aktívan ezen a dolgon, rád adnak egy szexi fehérneműt, és különböző dolgokat megtanítanak neked, hogy kell újraébreszteni sok-sok év házasság után
a vágyakat. Ami nem azt jelenti, hogy Gyulinak rossz a házassága, csak mondjuk ki őszintén, hát 8-10 év után, ha valaki házasságban él, tisztelet a kevés kivételnek, hát például a szexuális élet azért az elkezd csökkenni, havonta, két havonta, három havonta, majd szép lassan eltűnik, nem mintha ez lenne a természetes törzsfejlődés a házasságnak, de sok ember küzd ezzel a problémával, úgyhogy egyébként ezt még saját magának sem meri bevallani. Ez egyfajta megelőzés is gondolom, tehát hogy elébe megy a dolgoknak, és mert tényleg nem lehet azt mondani, hogy Gyulinak rossz a házassága. Gyuli egy kis szedben, egy nagyon szexi szedben, rúdtáncot tanul, erotikus masszázs, tantrikus szexet, lingam technikát. Ebben nem vagyok egészen biztos, de hogy... És ő ezt kipróbálta. Tantrikus szex előadás Pirner Almával, aki egyébként megtanítja még, hogy kell a vágyat egy férfiben felébreszteni. Már pedig ő ért hozzá. Ez mit jelent, hogy a Júli otthon kiszedett egy hetes buszból egy ilyen kapaszkodót, hazavitte és azon táncol? Vagy ez ilyenkor mit jelent? Ne, hát tudod, hogy most pusztult el a túljájuk, az egyiket nem betette ki, csak legaljazta. És aztán lekenték lenolajkencével. És azon pörög? És most lehet rajta pörögni. De hogy én ezt egyébként szeretem, tehát az mindig jó, ha egy házasságban az egyik fél, aki érzi, hogy baj van, nem beletörődik, és nem más után néz, vagy cseréli le a feleségét, hanem azt mondja, vagy a férjét, hogy próbáljuk rendbehozni, adok még ennek egy esélyt, és kipróbál különböző dolgokat, mint egy egyébként tulajdonképpen saját magának is beismerve, hogy lehet, hogy baj van. Mit csinálnak az emberek? Nem mondják ki, beletemetkeznek, elhidegülnek egymástól, majd utána vagy a fér, vagy a feleség máshol keresvén a boldogságot, szépen belemegy egy titkos viszonyba, majd jön a válás. Nem? Hát ez szokott lenni a legtöbbször. Nem beszélik meg. Ez egy intim dolog, ugye? Fekszenek ott egymás mellett sokszor, és látod, hogy a dolog nem működik, érzed, de sokszor nem mondod ki, vagy nem beszéled meg. Itt a Juli? Itt a Juli. Juli, gyere már be egy pillanatra. Azért így nem láttam még a Julit. Nem. Miért vagy ennyire túlöltözve? Mi ez a cucc rajtad? Te voltál ilyenen? Igen. Mit csináltál itt? Elmentem a Pirner Almához striptiszt tanulni. Megőrülök. Én is mehetek? Mindig is meg akartam lepni a Vikit egy striptizzel. Már volt olyan, hogy nesztelenül kiléptem a zuhanyból egy törölközőből, és mondta, hogy inkább menjek vissza. Figyelj, hogyha ha elmész, akkor én az őrülnék, mikor hoznál képeket magadról, ahogy itt állsz egy harisnyakötőben. Kipróbáltad, hogy milyen ez, amikor ellátnak olyan tanácsokkal, hogy mondjuk x év házasság után, hogy lehet egy kicsit felturbosítani a dolgot? Hát igen, különböző praktikákat teszteltem, vagy teszteltünk, és ennek az egyik állomása volt a striptiz. Én nem tudom, szerintem minden nő próbálkozik otthon vetkőzni tükör előtt, és én szerettem volna valamit vele feldobni a mi párkapcsolatunkat. Egyébként, tehát teszem hozzá rá, zárójelben, nálunk nincsen válság, tehát nálunk tök jól működnek a dolgok, csak szerettem volna megelőzni, hogy tehát mi 10 éve vagyunk együtt, és 10 éve ugyanazt ugyanott csináljuk. Tehát persze, 10 év után mindenki ezt mondja. De bármit csinálsz, az már ismerős. Mindig este 10-kor a kukatárolóban. Igen. Több az ember, aki ezt mondja, nem rólad beszélek, mint aki azt mondja, gyerekek, komoly baj van a házasságommal, 4 havonta egyszer szexelünk. Tehát ez az ember még talán saját magának is ismeri. De tudom, persze, nálatok nincs gond, így van. Egyszer szex van, de én nem szeretnék egyszer arra ébredni, hogy is mondjam, tehát, hogy és hogy mit tanítanak egy ilyenem? Vagy na, hát például a Pirner Alma, írtam neki egy e-mailt, hogy hát szeretnék striptiszt tanulni, és akkor visszaírt, hogy persze, nagyon szívesen fogad, leírta, hogy mit kell vigyek magammal, adott egy kis listát, kaptam, el kellett vinnem magammal harisnyakötőt, bugyit, combfixet, magas sarkú cipőt, amiből könnyen ki tudok bújni, ceruzaszoknyát, meg kis inget. Ceruzaszoknya, az igen. Mi? Az egy ilyen, hát rád feszül. Tehát aha. Egy olyan szoknya, ami rásimul a testedre. Aha. Tehát mi tulajdonképpen a szexi titkárnő vonalat csináltuk. De nagyon vicces volt, mert... És csak táncolni tanítanak, vagy utána van tantrikus előadás, tehát csomó minden ez végignéz. Az Alma csak táncolni. Csak táncolni. De az egy másik tanfolyam. Hát az a lingámhasszás, az, annak van tanfolyama. A lingámtechnika így van, igen. Én nem mentem el tanfolyamra, mert egyrészt nagyon drága volt, másrészt pedig élő emberen kell gyakorolni, és azt gondoltam, hogy a az nem biztos, hogy örülne, hogyha... Aha, és patológus is más, még nem volt. Más igen. Embert masszíroznék. Úgyhogy azt otthon autodidakta módon. Aha, hát az nagyon jó egyébként. Ez egy ilyen masszás technika, ugye? Hogy ott szépen lassan megtanuljátok egymást, kis tantrikus dolgok belekeverve, hát a nem? A lingám az ugye kifejezetten az a férfinak. Igen, a lingám masszás. Igen. Férfit. Igen, a lingám masszás. Megmasszírozni, igen. És aztán otthon elnyomtad ezt? El. Már a táncot? Igen. És?
Hát figyelj, de elmentem az Almához, ugye akkor vicces volt az egész szitu, mert hogy ő neki az, hogy levetkőzik más emberek előtt, az teljesen normális, és igazából nőnő előtt az simán levetkőzik, de azért mégiscsak volt az emberben egy ilyen, egyfajta félsz. Vicces volt, mert kiment, mondta, hogy akkor most öltsük magunkra a ruháinkat, és visszajött basszus, egy ilyen mélyen dekoltált, egy ilyen kis fehér kis felsőben, ő is rajtam volt a ceruza, szóval csak úgy nézett ki, mint egy bombázó, én meg úgy néztem ki, mint a hónap dolgozója, tehát ilyen teljesen... Na, hónap hát, dolgozója. Nagyon vicces volt az egész. Augusztusban az volt. De hogy az egész nagyon jó volt, mert hogy előre mondta, hogy állítsak össze egy olyan CD-t, amin vannak olyan számok, amik dinamikusak, de könnyű rá mozogni. És akkor adott néhány praktikát, hogy otthon is készítsek össze egy olyan CD-tárt, amin vannak olyan számok, amik, hogy is mondjam, hangulatba hozzák az embert, mert az nem Ákos úgy van, hogy akkor voltunk. Figyelem, ülj le, és akkor én most táncolok neked, mert ez itt tök suta dolog, hogy akkor csöndből indul és csöndben ér véget, hanem akkor csináljam meg a hangulatot. És tök jó volt egyébként maga a tanfolyam, én egyébként mindenkinek ajánlom, tehát én úgy jöttem ki róla, hogy fú, basszus, de jó nő vagyok, mert hogy megtanít egyrészt olyan mozdulatokat, van egy faltól falig egy tükör, és látod magad, hogy vetkőzöl, és egyszer csak azt az észre, hogy fú, de jó nő. Tehát, hogy milyen szexi az, amit csinálsz, elképzeled magad abban a szituációban, hogy a férjed mennyire fog ennek örülni, meg hogy mennyire klassz lesz, ő megtanította azt, hogy hogyan kell például úgy levenni egy szoknyát, hogy ne ess át rajta, hogy hogyan kell úgy levenni egy felsőt, hogy ne legyen az rettenetesen suta. Mondott mindenféle praktikát, és azt is mondta, hogy ne aggódjak, tulajdonképpen bármit csinálok, az én férjem hálás lesz érte. Én ezt így ebben a formában nem tudtam elképzelni, mert én azt gondoltam, hogy ha az ember ezt elszúrja, akkor abból óriási röhögés lesz. És fiúk, úgy képzeljétek el, hogy amit el lehet szúrni ilyen bemutatón, ezt mindent cseztem. Tehát úgy kezdődött, hogy átestél a szoknyán. Hát majdnem, hogy. Igen, a férjed, hogy örületett. Júli, mit csinálsz? Megkelj már. Jézus. Igen, ne haragudj már. Igen, beraktad a kazettát, és rögtön a keresztes vitéz a Moby Dicktől, megdőre. Nem, összeállítottam egy ilyen CD-t, és... És hogy volt? Hazamentél, betetted a CD-t? Hazamentem, lefeket. Jó, otthon volt? Nem úgy értem. Na, itt kezdődtek a bajok. Rohadtul nem volt otthon senki. Igen, sajnos nem volt, és csak szombatra érkezett, mindez pedig csütörtökön volt. Nem úgy értem, hanem te már úgy vártad, és ő belépett, vagy ő tudott róla, hogy te készülsz valamire? Ő tudott róla, hogy én készülök valamire, sőt, ráadásul aznap estére a gyerekeket se tudtuk megoldani. Már hogy elpasszolni, úgyhogy a gyerekeket lefektettem szépen aludni, és akkor mondtam neki, hogy... Anya, megy táncolni, aludjatok. Így van. Most pihenjetek. Leraktam őket aludni, és utána... ki bármit hallottok. Nem, hát ők ugye fent alszanak a tetőtérben, megvártam, míg mélyen elalszanak, tehát hogy ne legyen semmiféle gigszer. Mondtam a Mirónak, hogy hát akkor én kérek egy kis időt. Tehát ő tudta, megkér hogy egy üvegsört. De nem mondtam neki, hogy nyisson ki egy üvegbort, megnyitottam néhány gyertyát. Igen, de ő tudta akkor, hogy te voltál ezen a tanfolyamon, vagy csak azt mondtad, hogy ma este lesz valami, kicsim készül. Ő tudta, hogy voltam valami tanfolyamon, igen? De ő nem tudta, hogy mi ez, hogy mire számíthat majd. Igen. És beraktam ezt a CD-t, amin ott voltak az előre összeválogatott számok. És lejöttem a kis szettemben, a kis ceruza szoknyámban, meg a kis felhásztás. Kicsit összezavarodtál, hogy hallottad a horkolást. Igen, de akkor szólt a zene, itta a bort, én is ittam a bort. És eljött az a... Már nagyon részek volt, és mindent közöttök mindegy. És eljött az a szám, amire én tudtam, hogy nekem el kell, mert... Hogy ő ágyban volt? Vagy nem, kiraktam neki egy széket. Már által bejárati ajtónál a kezében a táskájában. De arra gondolok, hogy feküdt egy ágyban, már egy puha dunyhában, vagy ült egy széken, és te odaléptél hozzá. Igen? Kiraktam a szoba közepére egy széket, és vele szembe egy másik széket. Aha. És azt mondtam, hogy üljél le ide, fogd meg a borodat, és lazulj el. Aha. Ettől a rettenetesen befeszült. Én pedig lekopogtam a kis szettemben, és egy szandált vettem föl, mert hogy ez szexi zoknival? Volt. Így persze, így. Egy kockás műszeres térzoknival. Nem, hát igen? Ott volt minden, a harisnya tartom, meg minden ott alatt tart, tehát ő azt nem látta. Ez tök jó, de ez jó, igen. És az, hát nagyon kellemetlen volt, mert hogy jött a szám, amire elindult volna nekem a koreográfia, és hát az úgy indult, hogy... mi volt ez a száma? Mindegy, nem érdekes. A Mirónak a kedvence? Nem, tök mindegy. Egy Bobán Márkovics.
Egy ilyen kis laza táncolós. Igen, egy kis laza táncolós kis cucc, és hát úgy indult, hogy mögé kell menni, vagy hát mögé mentem, és akkor egy kicsit így simogattam a vállát, és akkor így elriszáltam előtte, és ő már ezt nem tudta, hogy ez már a show része. Imádom. És igen? Fölállt, hogy elkezdje lehalkítani a zenét, mert már ott idegesített, hogy kőbányán születtem, ott is nőttem fel. Szóval attól félt, hogy fel fognak kelni a gyerekek, tehát én arra fordultam vissza, már vetőzve, hogy a Miró áll a laptopnál, és így ízélgeti a laptopot, hogy levegye a hangot, hogy miközben én indegetek neki, hogy hát ez már a show része, ő vissza. Az illúzió romboló, tudod, halkítsuk le a zenét, nehogy a szomszédok megálljanak. Igen, igen. Nem az az ellazulós típus, igen. Ráadásul borzasztóan kopogott a cipőm, mert hogy nálunk laminált padló van, mindegy, az egész nagyon neccesen indult, és aztán visszaült, én folytattam, és akkor mentek nagyon jól a dolgok. Én imádom, hogy gyerek vagytok. Ezt én nagyon bírom, hogy te táncolsz neki 10 év után. Óriási. Hát de egyébként ebben ez a lényeg. Tehát, hogyha egy hónap után táncol állítólag egy nő egy férfinak, és ezt egyébként el is tudom képzelni, akkor abban nincsen akkora súly. Semmi. Egy hónap után még akkor is kívánod, ha rágondolsz. Persze, 8-10-15 éves dolgokról van szó, amikor azért már dolgozni kell azon, hogy ez működjön. Hát egy házasságban rengeteg meló van. Hát ezért tenni kell. Persze. És nagyon eljött a pillanat, amikor, ja, hát ebben vannak olyan részek, amikor oda kell menni a férfihoz, akkor ott cicázni kell vele, bele kell ülni az ölébe. Én láttam a Miron, hogy ez neki rohadtul tetszik. Egyébként az egész show, hát ez az egész őrület, nagyon tetszett neki az egész körítés, és hát baromira fel volt ajzva. És volt az a pillanat, amikor le kell tolni a bugyit. És mivel én... A Miroé? Nem, az én. Az ormányos bokszerán súlyát? És hát az úgy van, hogy van a... És ezt az Alma elmondta, hogy így csináld, így húzd le. Igen, igen, igen. Hogy kell, igen, úgy, nem tudom, hogy kell úgy pucsítani, hogy kell úgy letolni a bugyit, hogy az egyik cipőddel rálépsz, és akkor ki tudsz úgy belőle lépni, hogy ne dőlje ott. Igen. Eljött ez a pillanat, és egyszer csak csengetett a mikro, hogy megmelegedett a tarhonyás hús, és Miró felbattant. És azt mondta, kész a legben csöves. Végre. Olyan flamos volt a váj, majd beszárta. És te pedig ott maradtál. Te meg eldőltél balra, ha beakadt bugyival, tudod. Ha. Igen. És az Almánál ezzel nem volt gond, mert ott egy olyan cipő volt rajtam, ami egy alkalmi cipő, de nincs rajta semmiféle csat. Itt pedig, mert hogy szexibb, egy ilyen fekete magas húztam. Nem, egy fekete szandált húztam fel, amin voltak csatok, és hogy toltam le, az egyik oldalon fennakadt a bugyi. De mivel a másikból már majdnem kiléptem, ezért elkezdtem itt csoszogni, mint egy ilyen törpe. Én nagyon bírom, hogy te ilyen estél, és lefejelted a férjedet. Olyan volt az egész, mint az amerikai pitében. Nagyon tényleg szeretem, hogy ilyen vagy. Nagyon jó. Slasszisztam ott jobbra-balra, és akkor végül valahogy úgy oldottam meg, hogy leültem a székre, mintha ez lenne a show része, és akkor végre valahogy lehúztam magamról, és azt hittem, hogy itt ezen a ponton a Miró elröhögi majd az egészet, mert konkrétan majdnem beestem az asztal alá. És ahogy megfordultam, így azt láttam rajta, hogy így, nem tudom, így áll, és így... És imádta? Tehát imádta, mi? Aha. De te vagy az istennő. Aha. És azt gondoltam, hogy tényleg, hogy ott, abban a pillanatban bármit csináltam volna, tehát tényleg, ha beesek az asztal alá, ő azt hitte volna, hogy ez a show része. Oh, kicsit hirtelen, de akkor álljunk neki. Nem rossz. Ez igazán tetszett, akkor én is rákészülök. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett neki, és azóta is egyébként... repetát kér, vagy hát kéri, hogy mikor lesz a legközelebb ilyen alkalom. Egyébként ehhez hangulat kell. Nem megy mindig. Hát többen nyilván, persze, hogy hétvégén csinál szombaton 2-kor a mágia rakást, azért is mondja, hogy táncolj egyet, azért ez nem biztos, hogy igen. De hogy nagyon jó hangulatú volt, és nagyon kellemes, nagyon klassz együttlét volt. Tehát egy olyan dolog jött azon az estén, ami addig soha nem volt. És nyilván ebből nem fogunk mi rendszert csinálni, tehát ez nem az van, hogy azok ezentúl minden héten pénteken. Hát meg most már elvállja, hogy ugyanígy menjen, és azért ezt így reprodukálni, ahogy igen. Elmondtad, nem egyszerű. Hát de megszokottá válik, tehát ebben igen. Pont az a lényeg, hogy egy picit, igen, tehát hogy egy picit, hogyan, mivel, milyen praktikákkal tudod feldobni a házas életedet, és egyébként rengeteg lehetőség van benne, mi aztán utána még kipróbáltunk egy-két dolgot, és akkor így. Szóval nyilván én nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen reneszánsz, és hogy akkor most újraélett, és akkor semmi ez nem élet újjá, mert eddig is volt. Igen, szóval hogy a fejekben ott van ez a cserédle, ugye? Tehát a házasságban nagy része ezért megy tönkre, de azért, ha ezt kibeszélik, ha azért elkezdenének tenni, és nem egyből máshol keresnék, a házasságok nagy része egyébként szerintem menthető lenne. Tehát ez így megy tönkre, hogy havonta, fél évente, egy éve elhidegülés, beletörödünk, tönkre megy, találunk egy olyat, elválunk. Közben igen. Azért, ha melót és energiát teszel, akár egy ilyen tanfolyammal, akkor azért ezek sokszor, nyilván, ha nem
nem múlik el az érzelem, akkor, akkor fizikai szinten, testi szinten ezek újra ébreszthetők, és ez egy természetes dolog, tehát ez nem bűn, ha az ember kimondja, hogy 10 év után már nem olyan házas élet, mint mondjuk első évben, vagy a második évben. De ha melózó rajta, vagy beviszel ilyen dolgokat, akkor tud ilyen lenni. És szerintem sokszor apróságon múlik, nem? Hogy csinálsz neki egy fürdőt, hogy beraksz három gyertyát, hogy, hogy kicsit újra egymásra találtok. Tehát ez nagyon működhet. Igen, meg egyébként szerintem akkor, amikor meg már nagy gebasz van, tehát amikor már elhidegültek egymástól a párok, akkor te már hiába állsz le ott a harisnyatartóban rohangálni. De mindig van az a pont, ahonnan még vissza lehet hozni. De hogy, tehát én szerintem meg nem kell megvárni azt a pontot, ahonnan visszahozott, hanem elé kell menni. És akkor kell ezeket a dolgokat behozni, hogy, hogy folyamatosan azt érezze, hogy igen, ezen ő kell nekem. Igen, ezt komolyan mondom, hogy ezt mi is ki fogjuk próbálni. Mi is csináljuk már, hogy Dél-Afrikában az első este te leültetsz engem egy székre, és elnyomod ezt a táncot. Oké. De az ormányos kis micimackos alsógatyádba legyél. Most ülj le, és várj. Ne csinálj semmit, itt egy üveg volt. Három hét után rohadt magányosak leszünk három hét után. Nagyon fog hiányozni a családunk. Nekem három hét után már az is volt, te táncol. És hogy jövök le majd a csiga lépcsőn. Magas sarkúban. A bukfenc, imádom a bukfencet. Igen, Istenem, szóljál, hogy egy első segény dobasz. És már kopognak az ajtók. Este 11 órakor te táncolsz nekem. Figyelj. Ez jó, én ezt bírom, hogy ezt egyrészt így felvállalod, mert szerintem az emberek nagy része egyébként hazudik. De tényleg, tehát 10-ből 8 emberrel beszélsz, mindenkinek rendben van a házassága, mindenkinek rendben van, mindenki, mint a nyulak, mint az első évben, 6-szor hetente, 7-szer hetente, közben a magyar valóság egyébként szerintem nem ez. Tisztelet a kivételnek. Tehát 8-10-15 év után egész egyszerűen ez elérkezik ez a pont, nem? Hogy te ezeket bevállalod, ez szerintem szenzációs. Hát mész majd ilyen tantrikus masszázs, meg hasonló, tehát megcsinálod ezt a tanfolyamot? Hát én mondom, én ezt otthon... Ezt otthon csinálod, így van. Csak még nem olvastam még a cikket, hogy meddig jutottál, hát igen. Az, igen, tehát az a lényeg, hogy én felkerestem, már elég nem felhívtam olyan masszőzőket, akik tanítanak ilyen lingám technikát. Egyrészt valami 140 ezer forintba került a, uh-huh. a tanfolyam, de mondta a masszőz, hogy van neki egy, nem tudom, egy bélája. Ha őt leápolod, akkor igen, egy 300 kilós hízó. Kivezeti az olmol rajta, lehet gyakorolni. Háromszor két órában nekem megtanítja ezt a technikát, és hogy higgyem el, hogy Béla nagyon sokáig bírja, úgyhogy hogy nagyon sok mindent lehet rajta gyakorolni. Oh. A Béla egy humán Béla? Tehát ő egy humán Béla, tehát humán Bélán kell gyakorolnak. Tehát a biciklizéssel lehet megtanulni könyvből, úgyhogy humán... Itt azért szólnék a Vikinek, hogy váltsuk át könyvutalványra ezt az ajándékot, és inkább vegyük belőle három könyvet. De ez a Béla? A Kumbéla szogra. A szoborparkba. Nem biztos. Akkor inkább gyakoroljon rajta. Nem, de fent a neten egyébként rengeteg ilyen videó van. Iszonyú sok. Ugye magyarul nem, leginkább németül, ahol langzam. Langzam. Ez alatt 40 percen keresztül. De fogtam a, nem tudom, a távirányítót, vagy a balánt, és akkor a lábam közé vettem, miközben a gyerekek fent aludtak, és akkor gyakoroltam rajta a fogásokat. És kipróbáltad? Működik? Ki? Az is működik. Az is. Jó dolgok. Bár egyébként hozzáteszem az... Kint Afrikában vendégem vagy egy lingámra. Jó? Én csinálom. Neked a negyedik hétben kérheted csak ki. Jó? Addig nem ér. Azért nézd meg előtte ha jól videón, sikerül, hogy... egy bónusz benne van neked, jó? Azért nézd meg előtte egy videón, hogy ez mi. Ismerem ezeket a tantrikus, meg masszázsos dolgokat. Igen, nekem rossz lesz a Janinak, jó? Igen, de 4 hét után ez már... Azt szerintem. De utána cserélünk. Addig én is elmegyek egy ilyen tanfolyamra, német nyelvűre. Bitte, Herr Sebastian, nicht spritzen. Na, itt álljunk meg ezen a ponton. Igen. Jó van, szóval, hogy ez jó volt. És ezt a cikket te írtad, ezt az Almával együtt írtad? Vagy kipróbáltad és megírtad utána a cikket? Igen, elmentem az Almához, és még akkor van még kétféle dolog, amit mi ott kipróbáltunk a Mikivel. Beszereztünk egy társasjátékot, ami szintén egyébként vállalkozáson felül teljesíteni. Ez egy olyan társasjáték, hogy ketten játszátok, igen. És egy ilyen kis erotikus társasjáték, ugye? Társasjáték, igen. Aha. Én azt gondoltam, hogy rettenetesen erőltetett lesz, de minden harmadik mezőben inni kell. Úgyhogy... Azért érzi, hogy a párok között van egy kis feszültség, most ígyom, igen. Most is ígyom, most ígyom a feleség, kettőt. Tehát, hogy mire eljutsz a játék hárman. Végére, azért rendesen becsicsent. Ezért ember. Kapható játék ilyen, ezért? Igen. Na mi van, megvan a karjai? Ja, nem, csak ilyen. Ja, ő kapható ez a társas. Jó napot kívánok, elnézést, lehet itt kapni a kocog és levar játék? Igen, két kapitalit, egy gazdálkodj okosan, egy fogdelélvét és egy szextársas játékot szeretnék enni. Tedd el, 30 kilót vihetünk ki, hozd el. Bedobom. Én játszom vele. Gondolod, szívesen kölcsönadom, otthon van. És nem ragadnak a lapok. Ja, hozd el, játszunk egyet. Igen? Te, a Feri, a Zsűr meg én. Jó. Játszunk egyet ki, mondom, hogy rohadt magányosak leszünk, hidd el. Benne vagy? Alig tudom tűrtöztetni magam. Még a Ferinél bizonytalan voltam, de most, hogy a Zsűr nevét is bedobtad. Jó, mondom, egy hét múlva este 9-kor, péntek este 9-kor az én szobámban találkozó Dél-Afrikában, jó? Jó. Társasjátékot hozod.
Jó. Kiterítjük. Laci, intézz you streamet! Ja, Júli, nagyon bírom, hogy ezt így bevállalod. Figyelj, egyébként. Ez jó. Mióta vagytok együtt? 10 éve. 10 éve. 8 hónapja. Nem, 10 éve. 10 év azért az már egy hosszú párkapcsolatban egyébként ez még nem olyan nagyon hosszú, de azért 10 év az már pont elég. De elég bemész a dolgok, meg ez jó. Nem várod meg, amíg bármiféle probléma lenne. És nem, de egyébként nem, tehát hogy ezek után ne gondoljátok rólam, hogy én valamilyen szexista nő vagyok. De aki mindenki otthon mindig tangában várja a férjét, mert nálunk is egyébként van ez a fajta, hogy is mondjam, mackó alsóban egymásra borulás, de hogy azt gondolom, hogy azért kellenek ezek a fajta impulzusok, mert egy idő után rettenetesen. Még ez a megelőzés tök fontos. Elfárad az ember. Hát elfáradsz, meg oda az intimitás, ugye látod fürdeni, látod meztelenül, hát látsz egy csomó élethelyzetet, és egy idő után, ugye hát ezt nem tartod szinten, vagy nem fokozod, akkor ez valahol egy természetes velejárója, hát az emberi természet azért így működik. Egyébként, meg hát sajnos az ego is, ugye, hogy mindig az újat, mindig a más, de hát ebben nagyon nagy meló van, persze. Jól van. Jól van. Jó, a társasjátékot hozd be nekünk, tényleg, jó? Oké. Okay. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hát egy nagyon helyes fotó járta be az internetet, szerintem nagyon cuki a dolog. Sokan találgatták, hogy hamisítvány, mém, vagy éppen igaz, egy harkály hátán utazó menyét. Én nem olvastam el a cikket alatta, csak nézegettem a fotót egy ideig, megmutattam a Beninek, imádta. 2 napig harkályos és mennyites videókat kellett neki lejátszani. Ráadásul hétvégén pont láttunk egy harkályt élőben, tehát teljes volt az öröm. Láttátok a fotót, ugye nyilván ti is. Hogy a francba kerül, találgatják már a harkály hátára a menyét. Ki az okosabb a harkály, hogy elvitetti, vagy elviszi a menyétet, vagy a menyét, hogy viszi a harkályt, nem tudom, de a fotó jó. És általában nem hamisítvány. Nem hamisítvány. Nekem, amikor először megláttam ezt a fotót, ez jutott az eszembe, hogy mennyire fantasztikus dolog, hogy nem csak az embereknél, hanem az állatvilágban is ilyen nagy a családi összetartás, hiszen a harkály vitte a fiához a menyét. Jó. De te hogy házasodott be? Ez a kis testű ragadozott. Hogy fogadták be? Hogy a szerelem. Tehát hogy bontakozott ki? Mindent legyőzt. Hol a francban találkoznak? Hol találkoznak? Tehát hogy mászott fel a harkály hátára a mennyi, gyerekek? Ezt mondjam meg nekem, aki hogy van? Uberrel. Tehát uberezett egyet a mennyét, jött a harkály egy friss kocsival, felszállt és eluberesztette magát a mennyét a harkályországba? Vagy hova ment? Mi történt? A nyálfák felé tartott? Igen, elvinnél. Kérdezte a mennyét, felpattant a harkály hátára, és kirabolnám a becsök fészkét, úgy tudom, amúgy sem vagytok jóba egymásra. De mi van akkor, ha a harkály kapaszkodott föl a mennyétre? A mennyét hasára? A mennyét hasára. Ja, alá, nem, alámászott. Tehát mi van akkor, ha alámászott egyébként? Viszont? A fotó fönn van a Facebookon, nézzétek meg, ha valaki esetleg nem láttam, feltesszük majd az Instagram oldalunkra is, legalább lesz egy friss fotó, mert úgyse volt már, nagyon régen. Akkor ez egy ugró mennyét? Ez egy ugró mennyét, ami felkapaszkodott, igen. A mennyét mászik fára. Mit? A mennyét mászik fára. Mászik. Ugye? Tehát, hogy föl szokott mászni, mert nekem alapból az volt, hogy a mennyét van alul, ugye ő a földön, és a harkály repül, tehát lecsapott a harkály a mennyétre. És víjogba elvitte. És víjogba elvitte, ez volt az első, de a mennyét egy ilyen fordulóval fölé került, és így mentek tovább. Tehát, hogy alapból ez lenne a felállás, de nyilván nem ez történt. Én azt nem tudom, hogy ki mondja azt, hogy ez a fotó nem kamu. Tehát honnan tudod te azt egyértelműen kijelenteni, hogy nem kamu, még ha létezik is ilyen az állatvilágban. Tehát lehet, hogy hópárduc fején van pillangó. Létezik az állatvilág? Elvileg létezik. Van. Én meghamisítom, és azt mondom, hogy létezik egyébként, és csinálok egy nem olyan hamisított fotót, ahogy... Az sem a fején van, hanem a pillangó a karmai közt ott van az a nyomorult, szerencsétlen kiszolgáltatott hópárduc, érted? Igen, felkapta. Tehát hogy lehet egyértelműen kijelenteni egy fotóról, hogy nem hamisítvány? Azért gyanús. Elemzik és megnézik? Hát azért, ma már azért olyan trükkök vannak, hogy meg lehet jól csinálni. Nézd meg jól, a mennyét nem néz a kamerába. Nem látod a mennyét arcát? Nekem ez volt az első gyanús, érted? Nézd meg, takarja magát. Tehát a harkály, vagy mi a retek ez, az előre felé néz, a mennyét viszont elfordítja a fejét. Mi van akkor, ha egy olyan ritka természeti jelenség van, hogy a mennyét éppen próbálja megcsinálni a harkályt? Aha, de azért nem lehet, mert a farctolla nincs felhajtva. Ez egy lány harkály? Figyelj, ha mennyit, és akkor hirtelen... nőstény a mennyit. Tehát ha mennyit, akkor az csak nőstény lehet. Csak nőstény. Hát akkor viszont nem jó, ha ő van fölül. Jó, de hát lehet, hogy ez már egy ilyen nagyon torz.
nagyon beteg kapcsolat. Na, felhívjuk azt az embert, aki náluk sokkal jobban ért a természethez és a természet fotózáshoz, ami drága Máté Bencénket, akit mi nagyon kedvelünk, és volt itt vendég, ugye Magyarország messze az egyik legjobb természetfotósa, vagy Magyarországnak, ugye, és megkérdezzük, hogy ő látott-e már ilyet, hamisítványa a fotó, egyáltalán természetfotóban létezik az, hogy hamisítás. Nyilván biztos, hogy hamisítanak, biztos, nem? Tehát, hogy színeznek, átszíneznek, hamisítanak, nagyítanak, és minél szebbé tesznek egy fotót. De hogy szerinte itt mi történhetett? Megkérdezzük. Igazad van ezzel a megcsinálással. Még nyitva van a harkály szája. Még! Gyerekek, nem lepődnék meg, ha előbb-utóbb pici mennyétfejű harkályok jelennének meg a természetben. De előbb-utóbb azért ezen el kell gondolkozni. El kell gondolkozni. Na, itt van ami drága Bencénk. Jó reggelt kívánunk! Hello, Bence! Ciao. Jó reggelt! Sziasztok. Hello. Szia. Hello! Ne beszélj ilyen hangosan, ha lesen megzavarod a madarakat. Fogadjunk megint ki. Vagyok, hanem éppen Erdély felé tartok lest építeni. Lest építesz? Mi lesz a következő, amit fotózol majd Erdélyben? Medvék. Medvéket? Ez veszélyes, vigyázz! Ugye? Hát a medve nem járt. Ezt már többen mondták, igen, Erdélyben mindig ezzel kezdik, hogy hagyd ne mondjam ezt a történetet, de a Csaba testvérnek a birodalmába megyünk medveleseket építeni, és már van is egy, amit most megnézzük, hogy milyen állapot van a tél után. És remélhetőleg ott majd ők a gyerekekkel fogják tudni használni ezeket a leseket. Rafinált les lesz? Távolról medvének hát látszó les? Nagyon. Olyan les lesz, mert hát több napot is bent lehet lenni, mert hát medve nem játék. Az, hogy nem lehet, hogy bemész egy körúti jelmez kölcsönzőbe, kikölcsönzöl egy ilyen medve jelmez, leülsz egy málnabokor mellé, és ott üldögélsz? És néha azt mondod, hogy brum, brum. És néha azt mondod, hogy brum. És mi van akkor, hogy éppen fázás időszak van? Akkor sohajtasz egy nagyot. Oh, nem, akkor menjetek ketten, mert akkor látja már a medve, hogy foglalt vagy. Igen, akkor nagyon-nagyon-nagyon szaladjál. Figyelj, láttad ezt a fotót? Láttam, egy olyan 83-én kaptam meg körülbelül, tehát utoljára szeptember 11-én kaptam ennyi hírt egyszerre, pedig akkor még Facebook nem is létezett. Igen. Na, és mit mondasz, ugye? A harkály hátán repülő menyét. Hát én egész eddig kerestem a bizonyítékokat, de este 10 órakor Andi feltöltötte a Máté Bence fotografi Facebook oldalra a megoldást egy kép formájában, hogyha megnézitek, hogyha ez az apró kis csuka tud magával vinni egy ekkora halásost a hátán, akkor a zöld különleg sem lehet probléma egy ilyen menyét. Hát ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, mert hogyha azt mondanám, hogy nem hiszem el, hogy így készült, és mégis, akkor nagyon ciki lenne a fotós számára. De mi miatt mondod ezt? Én elképzelhetőnek tartom. Tehát egy olyan szituáció, a zöld külön nagyon sokat van a talajon, a menyét a talajon vadászik, az abszolút elképzelhető, hogy a menyét megtámadja a zöld küllőt. Ez egyébként nem egy olyan bébi menyét, ahogy írják, sokkal jobban nem nő ám ez az állat, mint ami látható a képen. Tehát ez a szituáció maga elképzelhető, de utána föl is száll, és még a hátán meg ott lavírozik a menyét, már az elég erős képzelőre van szükség, de hát úgy tűnnek a fotók, hogy hitelesek. A fajok között előfordult olyan szintű barátság, hogy mondjuk mi már csak a végét láttuk, tehát mint már volt olyan, hogy most a menyét vitte már egy kört a küllőt, és akkor aztán a küllő mondta neki, hogy jó, most figyelj, akkor is viszlek egy kört. Hát utoljára ez a Neil Ferguson a Mártalódon fordult elő, de maga a fotó az nyugodtan zárójelbe tehető, mert hát azért ez nem igaz. Igen, de láttunk olyat, hogy a kutya barátkozik a tigrissel és nem öli meg, hogy egy másik állat neveli a másik állat. Az ember barátkozik a medvével, és az megöli. Igen, az emberek egy kicsit többet gondolnak bele ezekbe a képekbe, mint ami valójában, de mondjuk egy kutya azért sokkal magasabb intelligencia szinten. Figyelj, mondjuk egy zöld külön, vagy egy mennyi, tehát ott azért könnyebben elképzelhető. Most nagyon bizarr, amit kérdezek, de nyilván nálatok is nagyon sok fotós van, nagyon sokan szeretnének világhírűek lenni. Az elképzelhetetlen, hogy valaki megfog egy ilyen zöld küllőt, fog egy mennyétet, valahogy összeeszkábálja őket, és repülésre bírja a madarat, hogy ott legyen a kamu fotó, kamu pillanatának készítése közben, és tehát érted, mire gondolok, tehát beavatkozik tudatosan, csinál egy képet, kreál egy képet, majd lefotózza és megpróbál vele világhírű lenni. Hát azért ez nem egy elképzelhetetlen dolog, nem? Jó képet csinált volna róla. Hát azért ez nem egy rossz kép, ahogy repülnek. Ha már volt egy időm, hogy a zöld küllője, hát szerintem a Photoshop-al ezt egyszerűen meg lehet oldani. Aha. De mondom még egyszer, nem gondolom, hogy ez nem lennék meglepődve, hogy kiderülne a végén, hogy mégis, de én, hogyha most állásfoglás kenyét, hogy nem, akkor én azt mondanám, hogy ez valós.
Az nem lehet, hogy azért ilyen pici ez a mennyét, mert csak síkban hozta össze őket, és távol van az a mennyét valójában a küllőtől? Csak úgy fordult, hogy pont egy síkban legyen? Nem. Látszik rajta, sajnos akarja... nem látszik a mennyétnek a szeme, de... Szégyenlős. A mennyét miért akarja az arcát? Tériszonyos, fél a repüléstől. Fél, hogy leesik, nem mer lenézni, nagyon magasan vannak. Figyelj, milyen hamisításokat láttál már? Biztos, hogy nagyon sok szemét kollégád van, aki nem olyan, mint te, hogy vársz három hetet inkább egy jó képért, és eszedben jutna hamisítani, amiről mondjuk ordított, és láttad, hogy úristen, hogy lehet valaki ennyire balga, hogy ezzel próbálja átvágni a fotós társadalmat és a laikus nézőket. Találkoztál ilyennel? Hát ilyen sok van, de nem az az érdekes, amikor megpróbálja, hanem amikor sikerül is. És hát van egy klasszikus történet, ami már egy eléggé lerágott csont, ami 2003-ban volt, egy preparáti jégmadárról, de ott annyira ügyes volt a fotós, hogy annyira el tudta adni ezt a képet, hogy végén le is publikálták, és szinte mindenki el is hitte, hogy ez egy valós megtörtént jelenet, de aztán egy kicsit jobban ért a gyors mozgású madarak fényképezéséhez, azért nagyon egyszerű technikai magyarázattal azért. Lehet tudod mondani, hogy mi volt a képed? Mit csinált a preparált halott jégmadár? Éppen csap rá egy tiszavirágra. Igen. És hát eléggé bizarr a jelenet, de gyönyörű kép egyébként. Csak hát ez a szituáció fizikailag nem állhat így össze. Meg a tiszavirágban benne volt a gombos tű. A fototechnikához elég sokat kellene érteni, nem ezt a részét kezdem el taglalni, hanem erről a képről megjelent egy évvel később egy olyan felvétel, amikor a tiszavirág elmozdult a madárhoz képest, de a madár nem. Ami egyébként repül. A tiszavirág az meg mondjuk ilyen fél élő állapotban a vízfelszínén van. De ez azt jelenti, hogy belógatsz Damilon egy halott állatot, egy halott madarat, és kiretusálod utána a madzagot, és lóg fejjel lefelé a jégmadára, hogy éppen lecsap? Tehát lógott egy kitömött madár madzagon? Igen, ez a feltételezés. Azért ez nagyon, nagyon kemény. Mennyi munkát szentelt, lehet, hogy egyszerűbb lett volna megcsinálni a képet valójában? Hát erre heteket kell készülni, nem? Hát szerintem is, mert egyébként hogy a fotósnak a képességét megtettek hozzá, tehát igazából nem értettük, hogy erre miért volt szükség. Uh-huh. Mi az ára nagyjából a nemzetközi piacon egy ilyen képnek? Ennek a képnek a maximális méret az körülbelül az a 420 pixel, amit lehet látni a neten. A nagyon erős képkivágás, tehát ebből sok minden nem lehet azért elkövetni, de a természetfotónak az ára az mondjuk abszolút a békasági alatt van. De elképzelhető, hogy az ember most azért kicsit több pénzt tud azért kapni, mint amennyit én eddig összesen szereztem az elmúlt 10 év alatt, mert elég jól sikerült megfuttatni, de hát igazából hát igen, ez most egy nehéz műfaj. És akkor van egy ilyen képed, és felhívod a Reuters, hogy gyerekek, van egy zöld külő repülő mennyit. Na menje anyádba, és lerakja, rád rakják, aztán szerint a... Bocs, megint én vagyok, van egy vízi bajom, amit két kabóca csinál meg elől hát. Igen, van egy repülő vízi lovam, hátán egy sirály, na jó, hagyjál békén. Tehát körbe hívogatod az ügynökségeket? Hát, de én nem foglalkozom vele, amiket ők keresnek meg. Most a kérdésedre válaszol, hogy konkrétan egy fotónak az ára, mondjuk egy magyar nyomtatott sajtóba körülbelül ilyen 3-5000 forint körül van, esetleg 10000 forint, vagy ha címlapjáról rakják fel, akkor a top az a 20000 forintig. Most a belekerülési költsége az meg ennek akár a több tízszerese. Szóval a fotósok általában nem azért, a természetfotósok azért készítik, hogy utána eladják, hanem inkább szeretik csinálni és hobbiból, és ez egy ilyen mellék hozadéka, de azt írja valaki, hogy tegnap volt a harkályos fénykép nálunk az esti híradóban, a gyermekcsatornán, Németországban, írja valaki egy hallgató, német a szám is egyébként onnan jött, valóban a földön ugrott a hátára, mutattak földön készült képeket is a fotósorozatból, tehát hogy több kép van, és a földön mászott a zöld küllő hátára. Az lehet, nem? Ez simán elképzelhető. De hát nem, mászott, inkább ugrott, mert mind a két állat nagyon agresszív, nekem mind a kettővel volt valamennyire dolgom, mert olyan 10-12 évvel ezelőtt kértem az erdészeti iskolából kölcsön egy preparátumot, egy zöld küllőt, mert azzal akartam becsalogatni a valódit. És kifigyeltem, hogy hol van a zöld küllőnek a fészke, kiraktam 10 méterre mellé egy preparált zöld küllőt, lejátszottam a zöld küllőnek a hangját, majd fél percen belül jött a hím zöld küllő, rászállt a preparátum hátára, és addig vert, amíg leröpült a feje. De ez nem volt meg neki elég, elkezdte kihúzni a vattát belőle, tehát annyira volt benne itt az van benne vitamin, hogy a fogyasztóvédelemtől jött, és látta, hogy ez hamisít. Úgyhogy ellen mertem mondani senkinek, de most már elévült, mert több mint 10 volt, hogy talán nem is fixenek rá. A mennyét, pedig olyan tapasztalatom van, az egyik fotós barátom, akinek
Lássai mondok a Hortobágy, olyan neki volt egyszer szerencsé látni egy olyan jelenetet, hogy egy mennyit bement egy szalakótának az odújába, ami a zöldkülőz hasonlóan egy eléggé masszív erős madár, és mondjuk egy perc alatt lerendezte az összes fiókát, miközben a hím meg a tojó madár azt próbálta folyamatosan verni ezt a menyétet, ami mondjuk egy harmad akkor, mint egy szalakóta, és nem sikerült neki, elpusztította az összes fiókát. Mind a két állat egy ilyen kis terminátor. De akkor ez egy K1-es harc volt itt. Tehát itt ez egy érdekes, ami a földön kezdődött, és a levegőben. Kategória, mert a súlycsoportok nem számítottak. És felrepült ugye a zöldkül, és mondtam, hogy velem nem szúrsz ki, és ő lavírozott a hátán. Tehát azért ez egy komoly csata volt. Figyelj, hány állathangod van neked, amit te csak így bejátszol? Tehát olyan természetességgel mondod, hogy bejátszottam neki Magnorul a zöldküllőt, mintha most legalább az applikációban 4 zöldküllő hang lenne nekünk külön-külön. Tehát több ezer hanggal mész te mondjuk? Vagy van 8 fajta medve hangod most, hogy mész Erdélyben? Amikor ez a történet datálódott, akkor még nagy becsbe mágnes szalagon őriztem azokat a hangokat, amiket az Ország Mihály vett fel pár 10 évvel ezelőtt. De hát most már beírod a neten ennek a fajnak a magyar vagy az angol megfelelőjét, és annyi hangot találsz, amennyit csak akarsz, úgyhogy nem kell vinni, hanem éppen amire szükség van, szinte az világ összes élőlénynek a hangját egy pár perc alatt meg lehet találni. Na jó, de honnan tudod, hogy az tényleg az, amíg addig nem hallottál? És kicsörtett valami neked oda a bozódból, amire nem számítasz. Hát úgy szokott ez lenne, hogy általában jön egy inger a természetbe, látok valami témát, annak hallom a hangját, és utána indul be a fantáziám, hogy esetleg ezzel nem lehetne motiválni. De egyébként két élő a dolog, mert ez legjobban vagy akkor működik, amikor nászirőszak van, és azért jön oda, mert azt hiszi, hogy ott van egy hím vagy egy tojó, és azt keresi. És ezzel az állatnak viselkedésén eléggé negatívan is lehet befolyásolni, hogy az ember túlzásba viszi. Vagy pedig azért jön oda, mert védi a territóriumát, és akkor megint csak hát nem annyira etikus becsapni az állatot. Úgyhogy amikor én ezt alkalmazom, akkor én néhányszor teszek kísérletet, hogy hogyan működik, de túlzásba nem szabad vinni. Na hát vigyázz a medvékkel akkor. Bizony. Nehogy tényleg párzás időszakban. Főleg a nőstény nem behangot nyomsz. Igen. Tudod. Egy idő után pedig már nem menekülj ad föl, ha előbb szabadulsz. Meg nagyon óvatosan a reggelivel, hogy mit készítetek össze, szerintem jobb a sajtos párizsi zsömle, mint a mézes kenyér. Előre megettük. Bence, jó munkát nektek, vigyázz magadra. Köszönjük szépen. Köszi, ciao. Hello, hello. Máté Bencének köszönjük szépen. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb